Jó napot kívánok, tisztelettel köszöntöm képviselőtestületünk megjelent tagjait, cégvezetőinket, kedves vendégeinket, és a kamerákon keresztül köszöntöm Széchenyváros lakosságát, mai testületi ülésünket, mivel határozatképes létszámmal megjelentünk, ezért megnyitom, és most kérek elnézést a tisztelt tévénézőktől, hogy ingújban látnak minket, de nagyon-nagyon meleg, és ezért engedtük meg magunknak ezt a lezserséget, remélem, hogy elnézik nekünk. Tisztelt képviselőtársaim, a kiküldött meghívó szerint Hollókő község önkormányzatával együttes ülést tartanánk, a hollókői képviselőtestület tagjai viszont jelezték, hogy ők már ezt a napirendi pontot megtárgyalták, és egy bővebb tájékoztatást pedig a távollétükről majd jegyző úr fog azért adni, illetve a döntésükről. Képviselőtársaimat kérem, hogy az írásban kiküldött napirendi pontokat tárgyaljuk, illetve sürgősségi napirendi pontként a kiosztott BMS pályázatokat kérném még, hogy tárgyaljuk. Jó, tehát annyi módosítás lesz, hogy az együttes ülésen jelzett napirendi pontokat csak szűk körben saját testületünkkel fogjuk megtárgyalni. Kérem, hogy ezekkel a módosításokkal, aki egyetért napirendi pontok tárgyalása tekintetében az igenne és készfenntartása jelezze. Egyhangú, köszönöm szépen. És akkor kezdjük is. Első napirendi pontunk a Széchenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetési előirányzatának módosítására vonatkozó előterjesztés, azt követően pedig a Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolót fogjuk meghallgatni. Jegyző úr, önné a szó. Tisztelt képviselőtestület, csak annyit szeretnék hozzáfűzni, a Hollókő község önkormányzata csütörtöki napon megkapta az előterjesztéseket, és csütörtökön volt egy testületülés késő este. Polgármester úr jelezte egyébként, hogy a keddi nap nekik egyébként sem lenne jó, mert egyrészt pályázati ellenőrzések folynak Hollókő jelen pillanatban, és több képviselő pedig jelezte, hogy nem fog itthon tartózkodni, úgyhogy ők a csütörtöki testületülésen ezeket az előterjesztéseket tárgyalták, és el is fogadták. Közös hivatal 15 évi költségvetési módosításáról röviden annyit, hogy az előirányzataink módosítása, illetve a kifizetett szociális juttatásoknak az összege indokolta az újabb módosítást. A személyi juttatások 71.137.000 forinttól 68.749.000 forintra csökkennek, munkáltató terhőjárulékok 19.390.000 forinttól növekednek 19.924.000 forintra, dologi kiadásaink úgy szintén csökkennek 42.309.000 forinttól 31.596.000 forintra. Az ellátottak juttatásai jelentős mértékben emelkedtek az év folyamán kifizetett összegek miatt, 2.420.000 forinttól 21.671.000 forintra, a felhalmozási kiadásaink pedig csökkentek 1.471.000 forinttól 736.000 forintra, így a teljesített kiadások összege 136.727.000 forintról 142.676.000 forintra növekedtek. Saját bevételeink is nőttek az év folyamán, 4.114.000 forintról 5.538.000 forintra változik, pénzmaradványunk 1.037.000 forint volt várható december 31-én. Az intézmény finanszírozás pedig úgy szintén növekedett közel 4 millió forinttal, 132.613.000-ről 136.101.000 forintra. A bevételeink összesen megegyeznek a kiadási főösszegeinkkel, amely 142.676.000 forintot jelent. Javaslom a módosítást elfogadását, és Hollókő község önkormányzat 51/2016/26-ai határozatával a testület egyhangulag elfogadta az előterjesztést. Köszönöm szépen. Köszönjük, jegyző úr, és elnézést a közjátékért, csak közbe szervezzük, hogyha plusz előterjesztő van, akkor neki is legyen hely. Köszönöm szépen.
kérdés a jegyző úr által elmondottakkal kapcsolatban van-e képviselőtársaim részéről? Nincs vélemény, észrevétel. Alpolgármester asszony, parancsolj. Hát én úgy gondolom, hogy most már mondhatjuk azt, hogy ez a közös önkormányzat nagyon ügyesen és megfelelően működik, összeszokott és szépen hozza az általa eltervezetteket. És most, hogy itt előttünk állnak a 14-20-as időszak Európai Uniós tervezése is, már idén is több megbeszélést folytattunk a közös önkormányzatunk révén Hollókő község önkormányzatával. Ugyan most nincsenek jelen, de azért szeretném nekik ezt az együttműködést megköszönni, és kérem jegyző urat, hogy tolmácsolja majd feléjük, és remélem, hogy a következő időszakban is továbbra is ugyanilyen szoros lesz az együttműködésünk. Köszönöm. Köszönöm. Van-e további vélemény? Jegyző ura, elvettem. Én is köszönöm a polgármester asszony véleményét, és természetesen továbbítom a Hollókői testület felé. Köszönöm. Amennyiben nincs további észrevétel, akkor határozati javaslatom. Széchenyi Város Önkormányzat képviselő testülete a Széchenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének módosítását 142.676 forint bevételi és kiadási főösszeggel a határozat melléklete szerint elfogadja. Aki ezzel egyetért, igen és kész fenntartással jelezze. Egyhangú, köszönöm szépen. Következik a hivatal 2015. évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámoló, jegyző úr. Köszönöm szépen. Nagyjából érintettem az előző előterjesztésnél, hogy az december 31-i állapot tükröz. A teljesített bevételeink 142.676.000 forint, a kiadásaink 141.531.000 forintot tettek ki, ugye pénzmaradban ennek kellene, hogy legyen, de az elszámolások miatt 336.000 forint Hollókő község önkormányzata részére visszautalásra kerül. Egyébként az előterjesztésben az is szerepel, hogy Hollókő mennyi összeggel járul hozzá, és milyen arányban. Ugye a lakosság számarány határozza meg mindig a költségvetésünknek a összetétele, hogy mennyivel kell hozzájárulni. A Hollókő 5,55%-ban, még Széchenyi 94,45%-ban finanszírozza az állami támogatáson felül részt. Úgyhogy Hollókőnek, Hollókő előlegként megfizetett önkormányzatunknak 5.049.000 forintot, az elszámolásnál pedig a december 30-én forduló nappal 4.713.000 forint jött ki neki, tehát ebből adódik a 336.000 forint visszafizetési kötelezettségünk. Köszönöm szépen, én körülbelül ennyit szerettem volna a 15-ös teljesítésről. Köszönöm szépen. Körbenézek, van-e azért esetleg kérdés, vélemény? Amennyiben nincs, határozati javaslatom. Széchenyi Város Önkormányzat képviselő testülete a Széchenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének teljesítését 142.676.000 forint teljesített bevétellel és 141.531.000 forint teljesített kiadással elfogadja. A 2015. évi elszámolás 336.000 forint összege Széchenyi Város Önkormányzata fizetési számlájáról átutalandó Hollókő község önkormányzata részére. Aki ezzel egyetért, igennel és kész fenntartással jelezze. Egyhangú, köszönöm szépen. És akkor ez lett volna a közös hivatalunkról szóló napirendi pontok tárgyalása, és akkor most napirend előtti tájékoztató következne, igyekezem gyorsan felsorolni a legutóbbi 2016. március 31-i ülésünk óta tartott fontosabb tárgyalások, események felsorolását. Április 5-én nyílt meg a Kubinyi Ferenc Múzeumban dr. Kun Edit festőművész kiállítása,
ezen köszöntöttem az egybegyűlteket. Április 8-án Kelet-Nógrád hulladékrekultivációs társulási ülésén Smálko István képviselő úr vett részt. Április 11-én hivatalunk is részt vett könyvtáron költészet napja alkalmából Posztoly verset kezdeményezésen. Második Rákóczi Ferenc iskola szavaló versenyén jegyző úr zsűri tagként volt jelen. Ezután is gratulálunk a díjazottaknak. Köszönjük a lelkes szervezőmunkát, felkészülést versenyzőknek, felkészítést a szaktanároknak egyaránt. Április 13-án Széchenyi járás helyi védelmi bizottsági ülésén referensünk képviselte önkormányzatunkat. Április 15-én Nógrád megyében meginduló komplex útfelújítási program sajtótájékoztatóján vettem részt Szalmatercsen. Ugye ennek a programnak a keretében Récsák-Salgótarján között a 22-es út egyes szakaszai felújítása kerülnek, illetve a 23-as út, ami Bátony terenyétől indul, annak bizonyos szakaszai kerülnek felújításra. Ezt gondolom mindannyian örömmel fogadjuk, ebben azért Széchenyi és belterülete is érintett lesz. Április 19-én lakossági fogadónapot tartottam, majd az egészségügyi központ taggyűlését tartottuk. Délután rendkívüli testületi ülést tartottunk. Napirendi pontjaink az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatának módosítására vonatkoztak. Április 20-án Széchenyi és környéke takarékszövetkezet igazgatósági ülésén vettem részt. Április 25-én a Széchenyi rendőrkapitányság sportnapján adtam át elismeréseket a Széchenyi és vonzás körzete közbiztonságáért közalapítvány nevében. Április 26-án ismét rendkívüli testületi ülést tartottunk, napirendi pontjaink a Széchenyi kártya bevezetéséről tárgyaltunk, az egyházmegyei katolikus főiskolák főhatóságával kötendő használati szerződésről, a Rákóczi út 90 szám alatti ingatlan társasházzá alakításáról, az önkormányzat vagyonáról szóló rendelet módosításáról, Széchenyi MIL Kft. Ingatlanvásárlási kérelméről, a Széchenyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat közfoglalkoztatási projektével kapcsolatosan kötendő együttműködési megállapodás jóváhagyásáról, felelős akkreditált közbeszerzési tanácsadó kiválasztásáról, 2016. év is tart munkaprogramhoz kapcsolódó közbeszerzés indításáról, hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásához kapcsolódó eszközbeszerzés eredményéről, műfüves sportpálya pályázatról, fejlesztési hitel felvételéről, pályázatok benyújtásáról tárgyaltunk. Bocsánat, ez volt április 26-a. Április 29-én középiskoláink ballagási ünnepségét tartották. 29-én a Liptai iskola, azt követően a Rákóczi iskola ballagásán vettem részt, másnap pedig a Bárkányi iskola középiskolásaitól köszöntünk el. Április 30-án, május 1-én rendezték Pécsett a férfi és női asztali tenisz extra liga 4-es döntőjét, melyen csapatunk bronzérmet szerzett. Alpolgármesterasszony, mind a két nap, jó magam vasárnap szurkoltam a csapatnak, gratulálunk a kiváló eredményhez. Május 4-én Széchenyi és környéke takarékszövetkezet igazgatósági ülésén vettem részt. Május 5-én rendkívüli testületi ülést tartottunk, a 2016. év is tart munkaprogramhoz kapcsolódó közbeszerzésekről, a második Rákóczi Ferenc általános iskola, gimnázium és szakközépiskola igazgatói állására beérkezett pályázat véleményezéséről, a Nógrád megyei pedagógiai szakszolgált Széchenyi tagintézménye átszervezésének véleményezéséről,
valamint Széchenyváros önkormányzatának környezeti fenntarthatósági terve felülvizsgálatáról tárgyaltunk. Május 6-án a Nemzetközi Pueri Fabri elnevezésű gyermekművészeti verseny eredményhirdetésén kiállítás megnyitóján köszöntöttem az egybegyűlteket és adtam át Széchenyváros díját. Május 7-én az Örökség Kulturális Egyesület tartotta a regionális néptánc versenyét itt a Művelődési Házban. Ezen köszöntöttem a résztvevőket, egybegyűlteket. Május 14-én szombaton a múzeumban Nimród népe című rendezvényen alpolgármesterasszony mondott köszöntőt. Május 17-én a Panoráma Világklub Magyarok Világtalálkozója rendezvényének megnyitóján vettem részt Budapesten. Május 18-án újabb rendkívüli testületi ülést tartottunk. A következő napirendi pontokat tárgyaltuk. Az a vállalkozói park létesítése Széchenyben pályázatunk kapcsán elindult beszerzési eljárások eredményének megállapítását tárgyaltuk. A bölcsöde pályázatunk tervezési munkáira indított beszerzési eljárás eredményeinek megállapításáról, a helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás során beszerzendő gépjármű és cementcsíló beszerzési eljárása eredményének megállapításáról, az önkormányzati tulajdonban lévő cégek társasági szerződéseinek módosításáról, sürgősségiként tárgyaltuk még belterület bevonás a Liget területén lévő két önkormányzati terület belterületes bevonását kezdeményeztünk, illetve turisztikai pályázathoz kapcsolódó beszerzési eljárást tárgyaltuk. Május 20-án a Magyar Máltai Szeretetszolgálat alelnökével, Vecsei Miklós úrral és Berki Judit asszonnyal egyeztettem integrált térségi gyermekprogramok pályázat ügyében. Május 21-22-én volt a már említett Panoráma Világklubos Magyarok Világtalálkozója rendezvénysorozat tulajdonképpen két főnapja Budapesten a Lurdi házban, ahol településünk is képviseltette magát hazai termékekkel, különböző promóciós termékekkel berendezett pavilonnal. Ezúton köszönöm a közművelődési non-profit Kft. Munkatársainak a két nap, illetve az előkészületekben nyújtott értékes munkáját. Ez a vasárnapi napon fellépett az Erkel Ferenc vegyeskarunk, valamint az Iglice és a Mixát Néptánc együttes is. Köszönjük, hogy színvonalas fellépésükkel városunk hírnevét öregvítették és országvilág előtt megismertették kiváló értékeinket. Május 23-án alpolgármesterasszony tartott lakossági fogadónapot, jó magam Széchenyi és környéke takarékszövetkezet igazgatósági ülésén vettem részt. Május 24-én fejlesztési minisztériumban tárgyaltam tornaterem és tanuszoda fejlesztés ügyében, délután pedig a zeneiskolások tavaszi hangversenyén köszöntöttem a megjelenteket, és szereztem maradandó élményeket. Köszönöm a meghívást és az élményt, amit kaptunk. Május 26-án az NRSH tartott egy tájékoztatót a már említett integrált térségi gyermekprogramok pályázattal kapcsolatban járás polgármestereinek, szakembereinek. Május 26-27-én jegyző úr vett részt Rozsály-Csenger településeken, szociális földprogramok szakmai műhelyén. Május 28-án délelőtt testvértelepülésünkön Széchenykovácsiban vettem részt a lovasnapokon, ahol az ifjúsági kategóriában adtam át Széchenyváros díjait az első 5 helyezettnek. Délután gyermeknap és civil korzó rendezvény adott szép élményeket a hála Istennek gyönyörű időben megjelent szép számú közönségnek. Ezúton is köszönöm a szervezőknek, résztvevőknek a
színvonalas programot, én úgy gondolom, hogy egy kiváló rendezvény volt. Május 30-án szennyvízagglomerációs társulási, ezt követően pedig vízi közmű társulási taggyűlésen vettem részt. Ma délelőtt Széchenyi térsége humánszolgáltató intézmény fenntartó társulási ülést tartottunk. Tájékoztatom továbbá tisztelt képviselőtársaimat, hogy a 2016. március 31-én tartott testületi ülésen hozott határozatok végrehajtására a szükséges intézkedéseket megtettük. Kérem a tájékoztató elfogadását. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy az elhangzottakkal kapcsolatban van-e bárkinek véleménye, hozzáfűzni valója. Amennyiben nincs, akkor köszönöm szépen. Rátérnénk akkor első napi rendi pontunkra. Az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének 5. számú módosítására az írásos anyag kiküldésre került. Jegyző urat kérem meg, hogy szóban egy pár szóval egészítse ki, hiszen az ő irányításával készítette el a pénzügyi és vagyonkezelő osztály ezt az előterjesztést. Jegyző úr, parancsoljon. Tisztelt képviselőtestület, a 2015 évi költségvetési rendeletünk 5. szám módosítását indokolta az évvégi rendezőtételek, az intézmény finanszírozás csökkenése és a január havi bérfizetéshez megérkezett államháztartási előlegek. Így a költségvetésünk bevételek összege 1.586.163.000 forint, a költségvetési kiadások összege 1.647.118.000 forintra, költségvetés egyenlege 60.955.000 forintra változik. Ezen belül a személy jellegű kiadások 3.072.000 forinttal nőttek, dologi kiadások előirányzat növekedése 8.132.000 forint. Ez egyrészt a Pőstény-pusztai orvosi rendelőhöz köthető, illetve az onnan beérkezett finanszírozási összegnek, a hulladékgazdálkodási rendszerrel kapcsolatos pályázatunknak és a kerékpárútépítés és az iskolaépület energetikai pályázatához kapcsolódó szolgáltatási és projektmenedzsmenti feladatok ellátásához kapcsolódó számlák kifizetéséhez kötődtek. Az önkormányzatnál továbbiakban még az intézmény finanszírozás csökkenése volt, az intézményeknél jelentkező fel nem használt kiadási előirányzatok elvonása miatt jelentkeztek, és az átadott pénzeszközeink 4.285.000 forinttal nőttek. A felhalmozási kiadások csökkenése a megtervezett, de meg nem valósult beszerzések miatt csökkentek önkormányzatunknál. Tovább vizsgáljuk az intézményeinket. Közös önkormányzati javatarról már bővebben beszéltem. Ezeket nem kívánom ismételni, ott a teljesített beadás és kiadási főösszeg a 142.676.000 forint. A Cseperedő óvoda és bölcsödénél kisebb mértékű átcsoportosításokra került sor. Az előirányzott változások személy jellegű juttatásnál kicsit csökkentek, felhalmozási kiadásoknál nőttek, összességében a bevételi és kiadások 125.000 forinttal nőttek. Ez a évvégén szükséges sivált kisebb összegű beszerzések miatt volt szükséges. A múzeumnak a bevételei csökkentek, 57.720.000 forint volt az előző előirányzat módosításunkkor, a december 31-i módosítás 54.959.000 forintban határozta meg a bevételek kiadások teljesített összegét, ez 2.761.000 forintos csökkenést jelent. Köszönöm szépen, röviden. Ennyit a kiadott mellékletek pedig, azt hiszem, hogy hülyen tükrözik a módosításokat. Köszönöm, jegyző úr. Az előterjesztés mind a három bizottságunk tárgyalta. Haladjunk időrendben, elsőként a Szociális Bizottság. Így van, tegnapi napon Szociális Bizottság tárgyalta, 5 fő jelenlétével 5 igen szavazattal egy hangon támogatta. Köszönöm szépen. Szintén tegnap volt településfejlesztési és pénzügyi bizottságunk ülése. A jelenlévő három fő, három igen szavazattal javasolja elfogadást. Köszönöm. Mai nap volt oktatási bizottsági ülés. Igen, az oktatási bizottság 2 igen, 1 tartózkodás mellett 3 fő részvételével támogatási javasoljuk.
Köszönöm szépen, és akkor most elsőként kérdésekre adnék lehetőséget, amennyiben vannak. Varga Béla képviselő úr. Bocsánat, képviselő úr, használd a mikrofon. Köszönöm. Köszönöm szépen, tisztelt polgármester úr, tisztelt testület. Nekem két technikai kérdésem lenne csak. A tegnapi bizottságülésen elfelejtettem rákérdezni, valószínűleg elkerülte a figyelmemet. Mindössze arról lenne szó, hogy a 21-es és a 14-es mellékletben. Az egyik az a Széchenyi Máros önkormányzata több éves kihatással járó feladatok című kimutatása, illetve a Széchenyi Máros önkormányzata kötelezettségvállalása címén ugye fölkerülnek feltüntetésre azok a kihatással járó feladatok, illetve... Következő. Igen, csak ez valamit kapcsolódott volna a kérdés. De a 21-es mellékletben. Nincs 21-es mellékletben. 14-es? 16-os van most 14. Jó, akkor 14-es kapcsolódik, érinti a 21-est is. Ez lett volna a kérdésem, hogy igazából nem tudom, hogy melyikbe kéne föltüntetni, hogy van-e erre esetleg mód lehetőség, hogy az önkormányzatnak egy úgynevezett 30 millió forintos kezességvállalása a holding felé. És ezeket valahol nem kellett volna föltüntetni esetleg? Tehát vagy a 14-esben, vagy a 21-esben, ezért bátorkodtam föltenni a kérdést, mert nem tudtam magam sem, hogy vagy annél, vagy annál a táblázatnál célszeresen ezt föltüntetni. Mert a 14-estén ugye vannak a több éves kihatásjáró feladatok. Ez vélhetően több éves kihatással jár a kötelezettségvállalás, és gondoltam, hogy talán elnél, vagy talán a 21-esnél. Köszönöm azért szépen, ennyi lett volna. Több éves kihatással nem... Ja, igen. De van? Nincs 21-es melléklet. Nincs, az következő van. Tehát... Ja, értelek. Hogy ebbe a 14-esbe, abban meg a 21-es. Értelek, bocsánat. Egyébként több éves kihatással nem jár hat, mert rövid lejáratú hitelről beszélünk, tehát ennek több éves kihatása nem lehet. Tehát éven belüli hitelről beszélünk. Akkor ilyetően a kötelezettségvállalásnál kell majd föltüntetni a 21-es táblázat. 21-esben nem tudom. Nincs benne, azért is bátorkodtam ezt megkérdezni, de akkor így a kérdés föltettem 2-1-ben. Köszönöm szépen. Jó, csak most átcsúszunk a... Mivel itt szerintem nincs 21-es melléklet, ha jól gondolom. 15-nél megálltunk. Igen, azért is mondom, hogy akkor ez a kérdés a következő, ez akkor majd így átkonvertálódik, mivel megkaptam a választ a jegyző úrtól. Köszönöm szépen. Igen. Egyéb kérdés van-e? Amennyiben nincs, akkor szavazásra bocsájtom. A 2015. évi költségvetési rendeletünk 5. számú módosítására vonatkozó rendelettervezetet, aki azzal egyetért igennel és készfenntartással jelezze. 2, 4, 6, 7 igen, ellene tartózkodott egy fő. Még állapítom, hogy képviselőtestület 7 igen és 1 tartózkodás mellett a rendelettervezetet elfogadta. Második napirendi pontunk következik az önkormányzat 2015. évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámoló. Továbbra is jegyző urat kérem meg, hogy szóban egészítse ki a leírtakat. Tisztelt képviselőtestület, azt gondolom, hogy egyébként önmaga az előterjesztés és a mellékletei elég bőven és részletesen taglalják az elmúlt évünket. Összességében az megállapítható mindenféleképpen, hogy egész évben folyamatosan meg tudtuk őrizni likviditásunkat, pénzügyi nehézségünk az év folyamán nem voltak, amit vállaltunk, azokat teljesítettük, és hát az elmúlt évben azért egy jó pár pályázatunk is volt, amit sikeresen lebonyolítottunk. Összességében a 15-ös költségvetési gazdálkodásról szóló beszámolót én javaslom 1.626.987.000 forintos teljesített bevétellel és 1.577.008.000 forintot teljesített kiadással jóváhagyni. A közös hivatalnak a költségvetését 142.076.000 forint teljesített bevétellel, 141.531.000 forintot teljesített kiadással. Cseperedő óvoda és bölcsöde költségvetési gazdálkodásáról szóló beszámoló részt 30.755.000 forint teljesített bevétellel és 30.357.000 forint teljesített kiadással. A Kubinyi Ferenc Múzeum és Klúdi Gyula Könyvtár 15 évi költségvetési gazdálkodásáról szóló beszámoló rész pedig
54.959.000 forint teljesített bevétellel és 52.435.000 forint teljesített kiadással jóváhagyna a tisztelt képviselet részéről. A december 31-i pénzmaradványunk összege 54.046.000 forint, ebből kötelezettséggel terhelt maradvány 54.046.000 forint, tehát szabad pénzmaradványjal nem rendelkezik önkormányzatunk, ez valamennyi feladattal terheltként jelenleg nyilvántartva is, természetesen ebből már teljesítések is történtek. Köszönöm szépen, röviden ennyit. Ha bővebben, akkor még szerintem Kinga tud majd. Köszönöm, Jadó. A bizottságaink véleményét kérem szépen. Elsőként a Szociális Bizottság. A Szociális Bizottság tárgyalt és 5 igen szavazattal egy hangulag elfogadásra javasolja. Köszönöm. Pénzügyi Bizottság. Pénzügyi Bizottság is tárgyalta, és szintén 3 igennel javasolja elfogadásra. Köszönöm. Oktatási Bizottság. Bizottságunk tárgyalta, 3 igen, 1 tartózkodás mellett támogatási javasolja. Köszönöm szépen. És akkor elsőként a kérdésekre adnék lehetőséget. Varga Béla képviselő, parancsolj. Tisztelt polgármester úr, tisztelt testület, akkor most tenni fel a kérdést, hogy hol rám volt. Először is szeretném megköszönni a jegyzőnek és a hivatalnak a szoros és feszített költségvetést, amit tudtak tartani, ami mindenképpen jó hír, hogy maga a keretek között maradni a város önkormányzata. Ritkán van ilyen év, amikor elmondhatjuk azt, hogy ilyen feszes feladatok mellett a költségvetés működőképes, amiért külön öröm számomra, mint képviselőnek is, hogy gyakorlatilag komolyabb kiadási terhek nem terhelték a város büdzséjét és a önkormányzat költségvetését. Ezt külön köszönöm, és kérem, adja át a kollégáknak is az elismerést. A másik, amit két technikai kérdésem lenne, csak zárójelben jegyzem meg kiegészítésképpen, hogy nem tudom, hogy nem lett-e volna célszerű ezt a 30 millió forintos készvezetőkedességvállalási önkormányzati hitelt bocsánat, feltüntetni, hiszen ugye én úgy gondolom, hogy több éves kihatással járó feladatként tekintettünk volna rá, ha bár ahogy tegnap ugye a bizottságülésen a holding ügyvezető úr elmondta, hogy ugye ez a fejlesztési hitel már ugye föl lett használva, és annak függvényében, hogy amennyiben ez kötelezettségvállalásként jelentkezhet az önkormányzatnál, én szerintem egy sorban érdemes lett volna megemlíteni, hogy van egy ilyen tétel, de ettől függetlenül elfogadom, amit a jegyző úr mond, és nem vitatom ennek a jogi szakmaiságát. És még egy utolsó technikai kérdésem lenne, hogy látható a 16-os mellékletben Széchenyi Máros önkormányzat hitelállományát kimutató táblázat, és itt van egy 70 millió forintos hitel, ez gyakorlatilag a visszapótlása, a visszafizetése, ez mikorra várható, ugye látható, ez egy átadott, átvett összegnek minősül. Köszönöm szépen, ennyi lett volna mindösszesen. Köszönöm. Erre hadd válaszoljak én, tisztelt képviselő úr, ez a 70 milliós hitel, ez a hulladékgazdálkodási pályázatunkhoz kapcsolódott, és időközben rendezésre került teljes egészében. Jó, annyi megjegyzés az ön által elmondottakhoz. Én az eltöltött ciklusaim alatt nem gondolom, hogy lett volna problémás költségvetési évünk, tehát ha ön azt mondja, hogy van ilyen is, az elmúlt időben, hála Istennek, ilyenek voltak, hogy rendben zártuk a költségvetési évünket. Egyetlen egy dolgot hadd emeljek ki. 698.886.000 forint bevétellel és 646.579.000 kiadással fogadtuk el a 2015. évi költségvetésünket annak idején, amit hát néhányan keveseltek ahhoz képest. Én úgy gondolom, akkor is mondtuk, hogy azért ez nem ennyi lesz, valószínűleg a teljesítés közel 1 milliárd forinttal emelkedett meg a fő összeg. Én úgy gondolom, hogy ez azért ez derék dolog. Dr. Serfőzőné képviselőasszony, köszönöm szépen. Én a költségvetés teljesítésével kapcsolatos írásos anyaggal összefüggésben szeretnék kérdezni. Egyébként tényleg valóban nagyon a megszokott színvonalon és nagyon részletesen tartalmazza a kiadásokat, bevételeket elemezve is azokat. A 11. oldalon szerepel a közfoglalkoztatási mintaprogram keretében, hogy itt a betonelemgyártásnál ugye törekszünk a minél több és jobb minőségű termékek gyártására. Szeretném megkérdezni, hogy sikerült-e minőségi tanúsítványt a termékeinkre szerezni.
A második kérdésem pedig a nem veszélyes települési hulladék összetevőinek válogatása címszó alatt szerepel. Itt megjegyezte, illetve hát tartalmazza ez a beszámoló, hogy gyakorlatilag a pályázat megvalósult. Na most úgy gondolom, hogy ez a pályázat akkor valósult meg, amikor valójában a gépek már üzemben állítódnak. A pályázatot nyilván elszámoltuk, mert a gépek megérkeztek és kifizetésre kerültek. Szeretném megkérdezni, hogy mikorra várható, hogy ez a hulladékválogató működni is fog, és hol. Mert engedjen meg egy megjegyzést, nem hiszem, hogy a Sörsátor alatt le lehet dolgozni. Ugye én elkértem a Sörsátorra vonatkozó bérleti szerződést, és az első negyed évre, illetve az negyed évre kifizetett bérleti szerződés alapján bizony-bizony eszméletlen összeget fizettünk ki, utána aztán remélem, hogy sikerült megvásárolni, de én nem hiszem, hogy ebben a sátorban válogatás lehet csinálni, különösen a téli időszakban. Tehát a kérdésem arra irányul, hogy mi a következő lépés, mikor valósulhat meg, mikorra vállaltuk az, hogy ezek a gépek üzembe kerülnek, és valóban itt egy foglalkoztatás is megvalósul. Köszönöm szépen. Gyors válasz, a betonelemekre még nincs meg a minősítési tanúsítvány. Egyelőre belső használatra igénybe vehetők, tehát értékesíteni nem lehet. Maximum szintén belső használatra, tehát gazdaságilag nem. A hulladék válogatóval kapcsolatban azt tudom önnek mondani, hogy várjuk a telephelyfejlesztésre remélhetőleg kiírásra kerülő pályázatokat. Évvégén is volt rá lehetőség, akkor sajnos nem sikerült. Ugye ahhoz, hogy ez a rendszer működhessen, ahhoz egyrészt telephely engedélyére van szükség. A telephely engedélynek feltétele az, hogy több olyan pont, például hídmérleg, most hadd ne soroljam, a szállítójárműre is szükség van. Ezek jelenleg nem állnak rendelkezésünkre, nyilván a költségvetési lehetőségeink ezt nem teszik lehetővé. Sajnos az elmúlt időszakban nem tudta a Városüzemeltetési Kft. Ezt az engedélyt még beszerezni. Reméljük, hogy rövidesen azért erre sor kerül, ami rajtunk múlik, ezzel kapcsolatban mindent megteszünk. Nyilván az ön által Sörsátornak nevezett, egyébként szerintem az nem sörsátor, hanem rendezvénysátor, mert sörsátor az egy kisebb volumenű dolog. Raktársátor. Hosszú távon semmiféleképpen nem gondoljuk mi sem, hogy az lenne a megoldás. Mihelyest pályázati lehetőség nyílik, azonnal szeretnénk egy csarnokot. Egyébként azt elmondom, hogy ahol működik már ilyen, például annak idején Turán voltunk megnézni például ezt a rendszert. Én, ha jól emlékszem, nem fűtött csarnokban voltak, sőt határozott emlékszem, hogy vannak ezek a műanyag lamellák, vagy nem tudom minek nevezik ezt, mint az ipari csarnokok bejáratánál van ez, hogy tulajdonképpen ilyen műanyag, segítsetek ki, minek hívják? Hősziget. Hát ilyen műanyag csíkok, tudom elmondani, amin ugye a gépjár, a kocsi át tud szalagfüggöny? Nevezzük szalagfüggönynek. Köszönöm, Andi, a szakértői hozzá szólást. Ki segítettél? Nos, szóval Turán ott a teljes csarnok ilyennel volt körbefedve. Nem is célszerű mondjuk a hulladékot olyan hű, de melegen tartani. Tehát vastagon felöltöztek ott is. Jó, köszönöm. Ó, parancsolj. Köszönöm szépen, csak egy apró kiegészítés, amit a polgármester úr mondott. Én nem pont arra gondoltam, amit a polgármester úr előbb feszegetett, hanem arra, hogy voltak olyan elmúlt időszakok, amikor a város önkormányzatának a költségvetése
ugye rendkívüli mínuszokat produkált, és ugye ezeket a mínuszokat talán emlékszünk még rá, nem is olyan régen a jelenlegi kormányzat leírta nullára, és ugye számomra mindig örömteli az, amikor a költségvetésnek a helyzete gyakorlatilag valós, és ebből a nagyságrendből illetően nem keletkezik benne, hiszen nem is keletkezhet most már mínusz. Tehát én ebbéli örömömet fejtettem ki, és ennek örülök, és még egyszer köszönöm a hivatalnak a feszített munkáját. Köszönöm. Köszönöm szépen. Alpolgármester asszony. Én csatlakozom a hivatal feszített munkájának üdvözléséhez. Minden évben mondjuk, hogy valóban a pénzügyi osztálynak a munkatársai nagyon alapos munkát végeznek, nagyon sok munkaidőt fordítanak rá. Idén ez azért is kiemelkedő, és azért is dupla-tripla köszönet jár érte, mert nem sokkal korábban volt egy szervezeti átalakításunk, ami nyilván egy picit megnehezítette magának ennek a költségvetésnek az elkészítését. Ráadásul pont az átszervezés, illetve egyéb okok miatt kisebb létszámmal dolgozik ez az osztály. Ennek ellenére ugyanolyan színvonalas anyagot kaptunk, készre áttekinthető volt, úgyhogy szeretném megköszönni a munkátokat. Nézek itt a csoportvezető asszonyra. Én úgy gondolom, hogy nagyon áttekinthető volt, alapos volt. Köszönjük, hogy ennyi időt szántatok rá. Köszönöm szépen. Van-e további kérdés, vélemény? Amennyiben nincs, akkor az önkormányzat 2015. évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolót elfogadásra javasolom, illetve a rendelet. Tehát rendeltem ezeket elfogadásra, javasolom, aki azzal egyetért igenne és készfenntartással jelezze. 7 igen, ellene tartózkodott egy fő. Köszönöm szépen, megállapítom, hogy 7 igen, egy tartózkodás mellett az önkormányzat az erőterjesztést elfogadta. Következik a Széchenyi Holding Kft. És cégei 2015. évi mérlegbeszámolójának jóváhagyására vonatkozó előterjesztés. Tisztelettel kérem Horváth István urat, a Kft. Ügyvezetőjét, hogy szíveskedjen előre fáradni. Egyben köszöntöm Velencei Béla urat, a Bón Számviteli Kft. Ügyvezetőjét, és akkor kérném őt is, hogy legyen kedves ő is befáradni. Mint a mérleg ellenőrzése szakértelemmel rendelkező független céget, hogy tekintse át ő is a Kft., illetve a Kft. Alá tartozó 4 cég mérlegét, beszámolóját, hogy teljesen objektív képet kapjon a képviselőtestület erről az anyagról, de elsőként akkor ügyvezető úrnak adnám meg a szót, parancsolj. Köszönöm szépen a szót, polgármester úr, tisztelt képviselőtestület! A Széchenyi Holding Kft. 2015. évi, úgymond csonka évéről szeretnék beszámolni, azért csonka évéről, hiszen tavaly szeptember 18-án alakult a vállalat. Gyakorlatilag október 1-től kezdte meg a cég a működését itt a városban, ami annyiból állt, hogy tulajdonképpen nagy átalakításnak köszönhetően számba vettük azokat a feladatokat, tevékenységeket, amelyeket rövid, illetőleg hosszú távon szeretne a cégcsoport megvalósítani. A mérleget áttanulmányozva egy-két dolgot azért szeretnék mondani. Alapvetően szóba került még korábban az, hogy 2015 évre vonatkozóan, mivel összevonásra kerültek a cégek, gyakorlatilag szükség lesz esetleg egy konszolidált beszámolóra, konszolidált egységes mérlegnek a kialakítására. Azonban a törvényi feltételeket megvizsgálva rá kellett jönni arra, hogy tulajdonképpen erre nincs szükség, ezért 5 darab pénzügyi beszámolás történik meg a mai napon ebben a napirendi pontban, tehát minden egyes cégnek külön mérlege és beszámolóját láthatják és olvashatták a kiküldött anyagban. Mondanék azért akkor pár szót, hogy mi volt a tavalyi évben gyakorlatilag a 3 hónapban. Gyakorlatilag egy fő átlagos statisztikai létszámmal dolgozott a vállalkozás, időközben ugye ez már változott, de még a 2015-ről beszélünk, tehát a beszámolom az gyakorlatilag erre a 3 hónapra vonatkozik. A előző évi adatokkal ugye nem rendelkezik a cég, mivel tavaly alakult, ezért összehasonlítás bázisév hiányában nem lehetséges.
A tárgyévi beszámolóban az előírt sémán túl új mérlegtételek nem szerepelnek. A mérlegtételei tovább tagolásának lehetőségével a Széchenyi Holding Kft. A tárgyidőszakban nem élt. A mérlegben valuta, a devizakészlet, külföldi pénzértékre szóló pénzügyi eszköz, követelés, értékpapír, illetve kötelezettség nem jelenik meg. A vállalkozásnak nincsenek nyitott határidős, opciós és swap ügyletei, sem egyéb mérlegen kívüli nyilvántartott tétele. A mérlegben olyan követelés vagy hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, amely az adósnál vagy a kibocsátónál hátrasorolt kötelezettségnek minősül, nem szerepel. A jegyzett tőke a tárgyidőszakban nem változott. A mérlegben kapcsolt vállalkozásokkal szembeni kötelezettségre képzett céltartalék nem szerepel, a körülmények ilyen céltartalék képzést nem indokolták. A mérlegben olyan kötelezettség nem szerepel, amelynek a hátralévő futamideje több mint 5 év. A mérlegben törvényi rendelkezés, illetve felhatalmazás alapján kezelésbe vett, az állami vagy önkormányzati vagyonrészét képező eszköz nem szerepel, így ahhoz kapcsolódóan egyéb hosszú lejáratú kötelezettség sem kerül kimutatásra. A társaság 2015. évben nem rendelkezett hosszú lejáratú kötelezettséggel, így átsorolásra sem került sor. A mérlegben kimutatott tárgyévi kötelezettségek között zálogjoggal vagy hasonló jogokkal biztosított kötelezettség szintén nem szerepel. A tárgyévi kötelezettségek között olyan kötvénykibocsátás miatti tartozás, váltótartozás vagy egyéb kötelezettség nincs, ahol a visszafizetendő összeg nagyobb a kapott összegnél. És passzív időbeli árhatárolás 2015-ben nem történt. Megjegyezném a beszámolón kívül, hogy ugye az önkormányzattól apportként beintegrált internet szolgáltatós és kábel televíziós szolgáltatással kapcsolatosan több előrelépés történt. Jelenleg használatba vételi engedélyezési eljárás előtt van tulajdonképpen ez a szolgáltatás. Megtörtént a lakosságnak a bevonása is. Felmérések történtek, ugye ezzel kapcsolatosan a lakosság ezt láthatta, tapasztalhatta, és a visszajelzések alapján egyértelműen elmondható, hogy a lakosság nyitott arra, hogy a város saját kezébe tudja venni akár egy helyi kábeltelevíziós csatorna, illetőleg internet szolgáltatást is. Meg lehet vizsgálni annak a lehetőségét is, hiszen maga ez a szolgáltatás készen áll oly mértékben, hogy akár a későbbiek folyamán, amennyiben a város úgy dönt, ezt mind akár önkormányzati cégének, vagy akár egy külsős vállalkozásnak, hogyha úgy gondolja, akkor ez értékesítésre is kerülhet. Tehát én azt gondolom, hogy az elmúlt évben több olyan munkát végeztünk kapcsolatrendszernek, illetőleg egyéb tárgyalásoknak köszönhetően, ami azt mutatja, hogy ezt az elmúlt pár évben generált vagy keletkezett problémát, ezt sikerült megoldani. Ez volt egyszer, másodszorban pedig természetesen készítettünk olyan pályázati előkészítéseket is, illetőleg külsős pályázatíró szakemberekkel végeztünk olyan munkálatokat, amelynek köszönhetően 2-3 olyan pályázat is beadásra került, amelynek elbírálása folyamatban van. Ezeknek kiértékelés az elkövetkező hónapoknak az eredményét tartalmazza. Időközben volt felügyelőbizottsági ülés is. A felügyelőbizottság megtartotta az ülését, és a Széchenyi Holding Kft.-nek a beszámolóját, mérlegét elfogadja, és javasolja a képviselőtestületnek, mint alapítónak, hogy a 2015. évi mérlegbeszámolóját 180.290 forint összevont mérlegfőszeggel, illetve 119.000 forint mérlegeredménnyel fogadja el. Bata János független könyvvizsgáló is szintén azokat a megállapításokat tette, az ő értékelése is megérkezett hozzánk, melyben szintén javasolja a képviselőtestületnek a beszámolónak az elfogadását. Röviden, személy szerint én ennyit szerettem volna mondani, természetesen állok rendelkezésre a kérdések tekintetében. És akkor én Velencei Béla urat is megkérném, hogyha esetleg egy pár szóban a megállapításait megtenni, és utána hallgatnánk meg akkor majd a bizottsági. Tisztelt, köszöntök mindenkit. Kérdésem lenne, hogy csak a holdingra, vagy az összes többi cégre is. Úgy tartanám célszerűnek, hogy cégenként haladjunk, ugye, mert nincs konszolidált beszámoló. Lényegében a holdinggal kapcsolatosan egyetlen egy zárójeles megjegyzésem lenne. Én a 2015-ös évnek a mérlegeit megvizsgálva azt tudom szubjektíven megállapítani,
hogy a holdingba belépő 4 cég, és így az 5 cég együtt jó indulattal sem lehet azt mondani, hogy cégcsoportként működtek. Tehát minden cég külön-külön végezte a tevékenységét. Nem éreztem a beszámolókba olyat, hogy itt már megjelent volna az, hogy ezek a cégek együttesen cégcsoportként léptek föl. Tehát erre utaló jel a beszámolókban én nem találtam. Erről a cégről ennyit így. Többit majd egyenként, azt hiszem. Köszönöm. Jó, köszönöm szépen. Akkor pénzügyi bizottság véleményét kérjük. Pénzügyi bizottság tegnap tárgyalta, és két igen, és egy tartózkodás mellett javasolja elfogadni a testületnek a holding beszámolóját, viszont ott elhangzott a Varga Béla képviselő által feltett konkrét kérdésként, hogy a tavalyi árbevétel és bevételi főösszegnek a részletezését legalább konkrétan megnevezve a pályázatokat, illetve azokat a tanulmányokat, amire elfogyott ez a pénz. Tehát itt most az ő ezért tartózkodott. Tehát szeretnénk ezt még hallani majd a döntés előtt. De egyébként a javasolja a pénzügyet. Mármint elfogadásra javasolja? Igen. Köszönöm. Jó. Én szerintem egyrészt ez a válasz, másrészt pedig akkor, mivel ugye a többi cégről is kellene beszélni, tehát akkor pörgessük végig, jó? Parancsoljon. Nem, lehet kérdés. Jó, rendben. Jó, köszönöm szépen. Tisztelt polgármester, tisztelt testület. Akkor, hogyha szabályszerűen haladunk, akkor ugye elsőként a holdingnál lehetne kérdezni. Úgyhogy arra adtam meg a lehetőséget, képviselő. Köszönöm szépen. Ugyanis ugye a könyvvizsgáló is említette, hogy egységes vizsgálata volt a cégcsoportnak, és ugye a többi kérdés majd ehhez is kapcsolódna, akkor annál tenném fel a kérdést. Ugye a holdinggal kapcsolatban mindig mondtam, hogy óvatosan tudok fogalmazni, és ez ugye nem a igazgató személye miatt van, hiszen egy nagyon kedves, szimpatikus fiatalember. Én igazából a holdingnak a, úgymond a hasznosságát mindig volt a megkérdezett véleményem. Itt ugye azt szerettem volna megkérdezni a ügyvezető úrtól, hogy volt ugye ismertetve a internet hálózatnak a jelenlegi állapota. Ugye említetted István, hogy januárban, amikor volt a bizottságra, és hogy vélhetően volt egy időpont, ami vélelmezés alapján volt, hogy mikorra lehetséges a hálózatot üzembe helyezni. Ugye erre vonatkozó az első kérdés, hogy ez dátumilag lehet-e már látni, hogy körülbelül mikorra fog tudni ez jogszerűen működni, illetve hogyha igen, akkor ezt be lehet-e határolni. Ha nem, akkor mi a következő lépés, ami ebben a szemszögből jelen projekt esetében fönnállhat. A második kérdésem ugye az lenne, amit említett a bizottság elnöke is, hogy ez a hitelfelhasználás, amit említettél tegnap a bizottság ülésem, hogy ez hogyan történt, illetve van erről valamilyen kimutatás, amit meg tudunk kapni, hogy tudjuk ezt a tartalmat is véleményezni. Köszönöm szépen, röviden ennyi lett volna. A többit majd a cégeknél. Akkor én válaszolnék előbb. Bocsánat. Szabad? Köszönöm. Én ebben az éves beszámolóban megtaláltam ezt a hitelfeltüntetés méghozzá 72. sorszám alatt a kötelezettségek között 30.236.000 forint összegben. Ugyanez lenne a kérdés, hogy pontosan mire történt a felhasználás, és ugyanebben a mérlegben, a mérlegsorban a 35. tételnél követelés címszó alatt 31.134.000 forint szerepel. Nagy tisztelettel szeretném megkérdezni, hogy ezek milyen típusú követelések, ezek lejárt követelések, illetve hát itt tulajdonképpen miről van szó, itt ugye áru, szállításból, szolgáltatásból tevődnek össze így a részletezések szerint, de erről
konkrétabbat lehetne. Ugye ez azért is okoz kicsit, azért is kell megkérdeznünk, mert tavalyében volt egy terv, aminek alapján a holding gyakorlatilag az üzleti tervét elfogadtuk, de ezeket az üzleti terveket nem hozzuk magunkkal. Tehát nem tudjuk, hogy mihez összehasonlítani a teljesítést, illetve a tervezést. Sajnálom, hogy esetleg három mondatta, vagy három sorba, vagy három lapba nem tértek ki, hogy ennyi volt a terv, ez a teljesítés, és akkor nyilvánvalóan az összehasonlítás ment volna. Tehát én erre a két kérdésre szeretnék választ kapni. Köszönöm szépen. Jó, köszönöm a szót. Akkor, ha nem sértődik meg képviselőasszony, akkor kezdem a Varga Béla képviselő úr, amely időrendi sorrendben így tehet össze. Internet vonatkozásában képviselő azt tudom mondani, hogy nagyságrendileg nyár közepe, nyár vége, amikorra úgy lehet látni azt, hogy ez teljes mértékben kész tud lenni. Tehát valamilyen szempontból. Tehát én most körvonalazódás szempontjából ezt tudom mondani. Tehát időpont vonatkozásában. Kimutatás tekintetében, ugye, hogy mire lett felhasználva a bizottság ülésen, ahogy említettem, hogy két fő témakör volt. Ez egyébként a üzleti tervben is így szerepelt korábban, hogy volt energetikai tervezésre, napelempark tervezés a közvilágítás vonatkozásában is, ezek engedélyeztetési eljárására volt 15 millió forint betervezve. Másodszorban pedig ugye a szélessávú internet hálózatnak, mivel hiányosak voltak a tervdokumentáció és azoknak az újra tervezése és tanulmányai készítésére, arra volt 13 millió forint. Ennek részletezése természetesen rendelkezésre áll. Azért is kértem meg ilyen vonatkozásban, hogy találkozzunk és egyeztessünk. Ugye ezt jelezte, hogy most ez nem tud megvalósulni, hogy csütörtökön. Természetesen ezt át tudom nyújtani, tehát nincsenek semmi akadálya ilyen vonatkozásban. Ennyit tudok így erről most így röviden mondani. Bocsánat, ezzel kapcsolatosan lehet még, igen, kérdésem? Tessék, tehát ugye említette ügyvezető úr, hogy az energetikai tanulmány és tervezése volt 15 millió forint. Ez, igen, ki is lett már fizetve? Igen, ez ki lett fizetve, igen. És a maradék 13 millió forint, az is ki lett fizetve? Részben, igen. Részben. Igen. És gyakorlatilag az energetikai tender és tanúsítvány tervez pályázathoz készült? Ez több tételből tevődik össze, tehát ez nem úgy kell képzelni, hogy egy tételű összeg, tehát ez több fajta, ez mind pályázatokhoz kapcsolódik nagy részben. Tehát ugye ezek a pályázatok idei már adva? Nincs még beadva. Nincs még beadva, hiszen ezeknek még maga a kiírása is, bocsánat, ki vannak írva a pályázatok, ez a 3-2-es tengelyen lévő pályázatok, a 3-2-1 az a épületeknek az energetikai felújítása, remélem jól mondom, a 3-2-2 az ilyen napelempark és speciálisan önkormányzatok, illetve intézményei által felhasznált áram kiváltására szólnak, és ami nincs kiírva, az a közvilágításos még. Én de ugye még beadva nem lett, én félreértettem, bocsánat. Oké. Tehát egyeztetések már folytak egyébként a városvezetésével itt, tehát több csapat volt itt, tervezőktől kezdve olyan szakértők, akik ezekbe jártasak, illetőleg kaptak is megbízást korábban. Értem. Ezek Nógrád megyei cégek voltak, vagy megyén kívüliek? Különböző megyékből tevődőek össze. Van Budapestről, van Szabolcs megyéből, van Hajdú-Bihar megyéből, tehát most így, ahogy akiket ismerek így nagyjából látásban. Megmondom őszintén, picit, igen, azért tartom kockázatosnak, igen, ezt a dolgot, mert ugye kifizettünk egyszer 15 millió forintot és 13-at. És mi történik, ha mondjuk a pályázat nem nyer? Akkor ezeket a pénzeket gondolom már nem lehet visszahozni sehonnan. De ezek olyan, egy az, hogy ezek értéket képviselnek egyszer, tehát én azt gondolom, hogy maga a tervdokumentációk, ezek nem olyan, hogy most egy családi ház építésére tervezünk valamit, és az vagy megvalósul, vagy nem. Tehát ezeket a későbbiek folyamán mind föl tudja használni egyébként a város. Hát ezt szempontból. Abban az esetben, ha lesz még kiírva olyan pályázat. Megmondom őszintén, csak abból indulok ki, hogy ha Széchenyi önkormányzat példáját nézzük. Ugye, amivel én meg vagyok bízva, a Széchenyi Iparterület Kialakítása című pályázati projekt. Ez egy 300 millió körül nagyságrendes tervezet. Mi a megyei pályázóval úgy kötöttünk megállapodást, hogy gyakorlatilag szinte majdnem ingyen dolgoznak a pályázat írási tervdokumentáció készítési projektcsomag összeállításnál, ami annyit jelent, hogy 30%-ot fog majd nekik a munkadíjból fizetni az önkormányzat, amikor be van nyújtva a projekt, és a másik 70%, ha a projekt nyer, akkor kerül kivezetésre. De itt egyébként a képviselőtestületen belül
elnök úr is a cégével korábban az elmúlt időszakban úgy dolgozott, hogy elkészítették a tervdokumentációkat, dokumentációkat, és akkor lett kifizetve az esetek nagy többségében a díj, amikor nyerte a pályázat. Tehát egy picit én úgy látom, mint a ruletben, hogy páros vagy páratlan, ha bejön, akkor nagyon jó, hanem akkor viszont a nagy kockázata van a városnak. Én ezt úgy picit óvatosabban bátorkodtam volna kezelni, hogy ugye kifizetünk közel 28 millió forintot tanulmánytervre és pályázatírásra. Ez az én meglátásom, de a testület úgy dönt, ahogy legbölcsebbnek tartja. Köszönöm szépen. Jó. Bocsánat, még egy kérdés lehet. Azért kérdeztem rá erre a hitelre, mert ha jól emlékszem, és biztos, valószínűleg önök is jól emlékeznek, amikor az üzleti terv tárgyalása folyt, akkor a holding ügyvezetőjét volt szerencsém személyesen megkérdezni, hogy tulajdonképpen ez az összeg, amelyben az önkormányzat kezességet vállalt, ez rendelkezésre áll-e. És akkor ön azt mondta, hogy természetesen a számlán van. Most azt szeretném megkérdezni, hogy ezeket a pályázatokat már az üzleti terv elfogadása előtt tetszettek kifizetni, vagy az üzleti terv elfogadása után? Tudnélik azért, hogyha ha a számlán volt ez az összeg, vagy ha már kifizetésre került, akkor ugye nem volt a számlán ez az összeg, csak ezért kérdezem ennek a tisztázására, hogy tulajdonképpen mikor történt ezeknek a pályázatoknak a kifizetése. Mert ugye tetszett mondani itt a pénzügyi bizottsági ülésen, ahol részt vettem, hogy tulajdonképpen ezt a 30 millió forintos hitelt, ezt ugye továbbra is meg fogják, tehát tovább fogják folyósítani, természetesen. Tehát nyilvánvalóan a bankoknak az az érdeke, meg az az üzleti tervük, hogy ezt itt azért a hitelt visszafizessük, illetve a kamatokat. Tehát erre szeretnék választ kapni, hogy most akkor abban a pillanatban számlán volt-e, vagy már kifizetésre került. Ez úgy van, ugye két üzleti terv készült, hiszen most, amiről beszélünk, ez a 2015-ös év, ami ugye korábban, még tavaly évben került elfogadásra. Tehát az üzleti terv elfogadása után került mindenre sor. Már a 2015-ös év üzleti tervről beszélünk. Tehát nem a 16-osról, mert a 16-ost azt ugye idén fogadtuk el. Tehát a 15-ös üzleti terv elfogadása után, ami azt hiszem november környékén volt a testületülésen, most ezt fejből nem tudom megmondani önnek, de azután került egyébként kifizetése természetesen. Egyébként eleve a hitelnek a döntése is valahogy december környékére tehető egyébként. Szeretném jelezni, hogy körülbelül két évvel ezelőtt indult el a projekt ötletgyűjtési, hát nem nevezném akciónak, mindegy felkérés a megyei önkormányzat részéről, amikor a települések vezetőit vagy településeket a megyei önkormányzat felkérte, hogy a 14-20-as időszakra vonatkozóan jelezzék a megyei önkormányzat felé, hogy milyen fejlesztéseket szeretnének megvalósítani. Nagyjából látni lehetett az, hogy milyen irányvonalak mentén lehet gondolkodni. Ezek között szerepel többek között az energetika, mint kiemelt fejlesztési terület. És azt mondhatom, hogy az egyik legnagyobb forrás abban a pályázati lehetőségben áll rendelkezésre. Tehát azokat az elképzeléseket, amiket mi megfogalmaztunk, azoknak a döntő többségét a megyei önkormányzat, aminek képviselő úr is tagja, a megyei önkormányzat támogathatónak tartotta, tehát ezek alapján merjük ezeket a pályázatokat, mivel az látszik, hogy annyira beszűkült a pályázatok kiírása, beadási határideje, majd a megvalósíthatóságának az ideje, ebből adódóan, ezt már többször elmondtam, 2014-20-as időszakról beszélünk, 2016. május 31-e van, és most vagyunk ott, hogy az első pályázatok beadásra kerülnek. Tehát azt többször tapasztaltuk, hogy a pályázat kiírását követően nagyon-nagyon rövid az a határidő, amíg a pályázatot be lehet adni. Ugye arra is volt példa, hogy a nagyszámú pályázat miatt felfüggesztettek pályázatokat.
Tehát ezért gondoljuk azt, és ezért bíztuk meg a holdingot, hogy igenis álljon neki, és készítse elő ezeket a pályázatokat olyan szintre, hogy amikor a kiírás megjelenik, szinte azonnal beadásra is kerülhessenek. Reményeink szerint, nyilván nem 100%-kal azért nem tudjuk azt mondani, hogy nyerni fog. Ugye épületenként is bontani lehet majd ezeket a tanulmányokat. Tehát én nagyon remélem, hogy akár 100%-ban, de a jelentős részében ez a, nevezzük úgy, hogy befektetés, ez megtérül. Tehát én nyugodt szívvel tudom a képviselőtestület felé ezt elfogadásra javasolni. Nem tudom, volt-e még olyan... Jó. Akkor szerintem akkor a holding 2015. évi mérleg beszámolóját az előterjesztés szerint 82.905.000 forint mérleg főösszeggel, 119.000 forint mérleg szerinti eredménnyel elfogadásra javasolom. Aki ezzel egyetért, igen, és kész fenntartásra jelezze. 2, 4, 6, igen, ellene tartózkodott 2 fő. Köszönöm szépen. Következik a közművelődési non-profit Kft. beszámolója. Tisztelettel köszöntöm Garambölgyi Andreát. És akkor először Andreát kérdezném meg, hogy szóban kívánod-e kiegészíteni az írásos anyagot? Hát talán annyiban sok szeretettel köszöntöm képviselőtestületet, polgármester asszonyt, hogy talán a beszámolóból is kiderül, hogy tavaly évben 2015-ben a közművelődési Kft. Szinte viszont cégcsoportként működött, ugyanis nem csak a művelődési központot, hanem ezen kívül a rendezvényszervezést, szállók üzemeltetését, háziboltot, illetve turisztikai feladatokat látott el. Nem csak én, hanem a kollégáim is megpróbálták a lehető legnagyobb tudásukkal ezt megfeleltetni, úgyhogy nekem tavaly ugye kellett egy költségvetés módosítást kérnem. Minden tételben sikerült a 2015 év elején lévő költségvetésnek megfelelni, kivéve a turisztikai bevételek, ami miatt költségvetés módosítást kellett kérnem, viszont úgy azzal az összeggel, annak a hiányával azt pótolták, és így viszont így sikerült kihozni azt az eredményt, amit felügyelőbizottság tárgyalt, illetve a könyvvizsgáló is véleményezett. Köszönöm szépen. Akkor Velencei Béla urat kérném meg, hogy egy pár azt tudom én is mondani, hogy a társaságnak a mérlegét, főkönnyi kivonatát, kiegészítő mellékletét tanulmányozva ugyanarra a megalapításra jutottam, mint a könyvvizsgáló, hogy a gazdálkodó a pénzügyi helyzetét és a törvényeknek a betartását tükrözi, úgyhogy semmilyen megalapításom lényeges nem volt. Azt alapítottam meg, hogy a társaság elég feszes gazdálkodást folytatott, és ennek megfelelően az én véleményem szerint eredményes volt a gazdálkodása, összhangban a feladatokkal és a rendelkezésre álló pénzközöknek a felhasználásával. Úgyhogy én javaslom a testületnek a Kft.-nek a mérlegét elfogadásra. Köszönöm szépen. Pénzügyi bizottságunk tárgyalta. Igen, tárgyaltuk, és 3 igennel javasolt a bizottság elfogadásra a testületnek. Köszönöm szépen. Elsőként kérdésekre adnék lehetőséget. Nincsen vélemény. Alpolgármester asszony, parancsoljon. Úgy köszönöm. Tényleg én úgy gondolom, hogy rendezvényekben, meg minden másban is elég nehéz éven vagyunk túl, tehát a 2015-ös évben arra gondolunk, hogy volt egy újabb épületrész felújításától kezdve számtalan rendezvényeken keresztül több évfordulós rendezvények is voltak, amiben a közművelődési Kft. Nagyon szépen helytált. Mind a
mindezek a feladatok ellátásáért, és hogy ilyen szűk költségvetésből is ilyen színvonalasan sikerült ellátni. Gratulálni szeretnék elsősorban az ügyvezető asszonynak és minden munkatársának. Köszönjük szépen, ezt a képviselőtestület nevében is megteszem, hogy köszönöm a munkátokat. Amennyiben nincs több vélemény, akkor sikerült állapoznom. Határozati javaslatom. Széchenyi Város Önkormányzat képviselő testülete a Széchenyi Közművelődési Nonprofit Kft. Társaság ügyvezetője által elkészített 2015. évi mérleg beszámolóját megtárgyalta, és figyelemmel a könyvvizsgálói állásfoglalásra a társaság 2015. évi mérleg beszámolóját az előterjesztés szerint 5.342.000 forint mérleg főösszeggel, 22.000 forint mérleg szerinti eredménnyel elfogadja, aki ezzel egyetért igennel és készfenntartással jelezze. Egyhangú. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Következik a Széchenyi Városfejlesztő Nonprofit Kft. Beszámolója. Tisztelettel köszöntöm Haralambeasz Zsuzsannát, beszámolóját elkészítette, és tisztelettel kérdezem, hogy szóban, vagy kérem, hogy esetleg egy pár szóval, hogyha kiegészítenéd, azt megköszönnék. Én is köszöntöm a tisztelt képviselőtestületet, csak néhány szóban annyit fűznék a beszámolóhoz, hogy ugye a Kft. Tevékenysége tavasszal átalakult, addig klasszikusan az önkormányzat projektjeinek menedzselését végeztük, tavaly tavasztól pedig közfeladatokat is látunk el, a temető üzemeltetését, karbantartását, az önkormányzati ingatlanok karbantartását és a start munkafelügyeletét. Ami a mérleget illeti, úgy gondolom, hogy egy sikeres évet zártunk, 8 milliós eredménnyel zártuk az évet. Ez annak köszönhető, hogy tavaly évvégén az előző programciklus zárása miatt nagyon sok pályázat ki lett írva és nyert az önkormányzat, így tavaly évvégére a projektmenedzsmenti díjakból elég szépen tudtunk teljesíteni. Ennyit szerettem volna csak mondani, és a kérdésekre válaszolok, ha felmerülnek. Köszönöm szépen. Velencebei Béla urat kérném szépen egy pár szóban. Mielőtt a társaság illetőleg a mérlegről beszélnék, azt hiszem, hogy annyit hozzá kell fűznem a mondani valómhoz, hogy én a mérlegeknek és az eredménynek az elemzését abszolút a vállalkozási szempontból néztem, vagyis, hogy a társaság mennyi árbevételt realizál, ezzel szemben milyenek a költségei, és így hogy alakul az eredménye. Itt számomra ez az eredmény, csak pusztán, amikor csak ezt néztem, akkor ez rendkívül szép volt, és azt tudtam mondani, hogy ez egy nagyon-nagyon jó mérleg és eredmény. Ha már picit finomítom a dolgot, és a tulajdonos szempontjából, és a tulajdonos alatt én itt a várost, illetőleg a vezetőjét, képviselőtestületet értem, akkor már vannak finom hangolásba megjegyzéseim, és pedig azért, mivel az önkormányzattól kapott támogatás és juttatás 22.313.000 forint, és így, ha azt nézem, akkor ugye a 8 millió forintos eredmény, azt most nem tudom egyértelműen a számok alapján megítélni, hogy ez egy nagyon jó gazdálkodás, az eredménye, vagy pedig a város volt olyan bőkezű, hogy adott pénzt, tehát ez a testületnek a döntésére kell, hogy bízzam. Én úgy gondolom, hogy a társaságnak a mérlege, eredménykimutatás a többiekben, a többi szám tekintetében megbízható és jó. Itt ugye nagyon fontosnak tartom elmondani, hogy
nincs követelése a társaságnak, tehát ami árbevétel leszámlázásra került, az kiegyenlítésre is, annak a kiegyenlítése is megtörtént. Amikor beszélgettünk a társaságnak az ügyvezetésével, akkor világossá vált számomra, hogy a pályázati pénzek kvázi a utolsó pillanatban futottak be, és így nem nagyon volt mód és lehetőség. Ezt én úgy ítélem meg, hogy ha ez tervezhető lett volna jobban, amit itt az előbb a Béla is célzott rá, hogy a pályázatok befutnak, nem futnak, akkor lehetett volna hogy likvid pénzzel, tehát gyakorlatilag nem végleges támogatással, hanem csak rendelkezésre bocsájtott kerettel ennél a társaságnál ezt az eredményt finomítani, mert ahhoz, hogy ne kelljen a társaságnak társasági adót fizetnie, ezt úgy tudta megoldani, hogy 4 millió forint előző évben elhatárolt veszteséget felhasznált, illetőleg egy 4 millió forintos céltartalék képzést is bevetett. Mindennek azért van egy olyan hozadéka, hogy az eredmény tartalék, amely év elején 2015 nyitás, akkor 2.762.000 forint mínuszos eredmény tartaléka volt, az most ezeknek a számoknak a tükrébe fölment mínusz 6.763.000 forintra, ugyanis a lekötött tartalék az így játszott ide bele. Tehát gazdálkodási szempontból ezt majd a későbbiek folyamán a társaságnak kezelnie kell. Összességében én azt tudom mondani, hogy ezek a tulajdonos számára való olyan információk, amit egy picikét a számok mögé engednek betekintést, ennek tükrébe én úgy ítélem meg, hogy mivel ezek már kész tények, én is javaslom a mérlegnek az elfogadását. A későbbiek folyamán viszont a gazdálkodás, ha így mondjam, megtervezését próbálnám pontosítani, és jobban körülhatárolni, amennyivel lehetséges. Köszönöm szépen. Bocsánat, csak kérdezte. Bizottság... Igen. Persze, azért mondom, hogy a bizottságot kérdezném először. Igen, a bizottság tárgyalta, és három igennel javasolja a testületnek elfogadására a Városfejlesztő Kft.-nek a tevékenységéről szóló beszámolót. Köszönöm, elnök úr. Kérdések. Varga Béla képviselő úr, parancsoljon. Köszönöm szépen, tisztelt polgármester úr, tisztelt testület. Szeretném megköszönni könyvvizsgáló úrnak az észrevételét. Maximális egyetértek minden egyes szavával, minden mondatával. Örülök neki, hogy egyre többen vagyunk, akik a fától látják az erdőt. Szeretném megkérni, és majd a ügyvezető urat, hogy a 2016-os esztendőben figyeljünk azokra a kitételekre, amik a gazdálkodás vonatkozó részére vonatkoznának, amit egyértelműen a könyvvizsgáló is megerősített, hiszen tudjuk, hogy 2016-ban is a Városfejlesztő Kft.-nek a helyzete, emlékezzünk csak vissza az évei döntésekre, elég bizonytalan volt, hogy vagy lesz, vagy nem, kinevezzük, nem nevezzük, működik, nem működik. Tehát ez mindenféleképpen gondolom egy kis zavart is okozhatott a cég működésében vagy struktúrájában. Arra kérem, hogy erre figyeljünk, hogy lehetőség van rá, akkor ezt küszöböljük ki az idei esztendőben. Köszönöm szépen. Egyébként én is egyetértek a könyvvizsgáló úrral, el fogom fogadni a beszámolót. Köszönöm szépen. Dr. Serfőzőn, képviselőasszony. Köszönöm szépen. Szeretném megkérdezni az ügyvezető igazgató asszonyt, hogy rendelkezik-e a cége független vagy könyvvizsgálóval. Igen. Amikor a könyvvizsgáló megvizsgálta a cégnek a működését, akkor ezekre az anomáliákra tulajdonképpen felhívta-e a figyelmet? Én úgy gondolom, nem értek a könyveléshez, könyvvizsgálathoz, de úgy gondolom, hogy a 2015-ös évet vizsgálta a könyvvizsgáló is, és neki nem a
de az volt a feladata, hogy a jövőre való tanácsokkal lásson el. Ami a 2015-ös évet illeti, viszont én még hozzátenném az előzőekhez, hogy az önkormányzattól a cég 22 millió támogatást kapott, a cég működése olyan 47-be került, a 22 millióért, illetve nagyobb értékben láttunk el közfeladatot, mint amit az önkormányzattól kaptunk, és hogyha 2015-ös évet nézzük, akkor a, több mint a felét a működésének biztosítani tudtuk a projektmenedzsmentből. Tehát ezt még szerettem volna kihangsúlyozni. Köszönöm, Berencei Béla, hogy szeretne gondolom reagálni. Csak annyival szeretném kiegészíteni az elmondottakat, azt hittem, hogy ez egyértelműen lejött, hogy a könyvvizsgáló véleményével, az én véleményemmel sehol sem ellenkezik. Én egy plusz információt adtam a megbízásnak megfelelően a tulajdonosoknak, amiből látni lehet, hogy ez az eredmény, ami most papíron 8 millió forintos eredmény, mi volt emögött még, ami lehet, hogy nem lett volna eredmény, csak 2 vagy 3 millió forint, és nem biztos, hogy a tulajdonos ezt a megoldást, ha válassza, hogy akkor rosszabbul járt volna, mint ahogy most. Akkor lennék én teljesen egyértelmű és nyugodt, ha ez a 8 millió forint fixen, biztosan rendelkezésre állna, és ezt 2016-ban az utolsó forintig a városfejlesztő saját céljaira a holding vezetőjével, mint tulajdonos képviselőjével egyeztetve költi el, akkor azt tudom mondani, hogy a képviselő testület ezt igen egyértelmű, hogy ez egy jó és sikeres évet zárt. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Van-e további? Borika Albert képviselő, ott van egy csak. A Városfejlesztő Kft. Egész év során szinte nem rendelkezett árbevétellel. Ez a 22 milliónál is több város által ténylegesen elvégzett szolgáltatásra kifizetett pénzre zúdult rá szinte december végén ez a pénz. Tehát teljesen igazad van gazdálkodási szempontból, hogy ha ez előre látható lett volna, akkor ezt másképp is el lehet raktározni ezt a pénzt. De én pedig inkább azt emelném ki, és nem azért, mert az unoka húgom a ügyvezető, és úgy is tudja mindenki, hogy a Borik család része, de azt azért szeretném kiemelni, hogy azt a több 10 millió forintnyi pályázatból eredő pénzt az szinte egyedül hajtotta végre. És úgy keletkezett a 8 millió, hogy a többi pénzből pedig a város alaptevékenységét finanszírozta. Úgyhogy én inkább megköszönném a város nevébe is a tavalyi munkáját. Alpolgármester asszony. Mi is megköszönjük a munkáját, mert először kérdések voltak, és most jön az észrevétel. Mi is megköszönjük a munkáját. Egyéb iránt, ha én jól értettem a szavokat, és akkor Béla néznék is rád, a kritika nem a városfejlesztőt érintette, hanem a testületnél jelentette azt, hogy amikor tervezzük, akkor ilyen nem várt bevételeket is kell tervezni, és a végleges pénzeszköz átadásnál minden egyes hónapban vagy mindig figyeljünk oda, hogy esetleg ilyen bevételek lehetnének. Szerintem a testület, vagy legalábbis én úgy gondolom, hogy értettük, és oda fogunk figyelni arra, hogy akkor tulajdonképpen időszakonként nézzük meg a teljesítményt, és ahhoz arányosítsuk a hozzárakottakat, vagy nem jó értettem. Nem, csak egyetlen egy megjegyzés, ismét visszatérnék az előtte már megfogalmazatra, hogy ez volt az a pont, ami miatt én úgy fogalmaztam meg, hogy nem érzékeltem, hogy a cégek cégcsoportként működtek. Ennyi, ennek az alátámasztására volt ez, és én nem bíráltam senkit. Azért mondtam, hogy ezt kimondottan a képviselő testületnek, mint tulajdonosnak a figyelemfelhívása miatt fogalmaztam meg. Köszönjük. Köszönöm szépen. Van-e még további vélemény? A képviselő testület nevében jó magam is megköszönöm Zsuzsa kiemelkedő munkáját. Tényleg az, hogy azok a pályázatok sikeresen lebonyolításra kerültek évvégén, és több százmillió forint a város rendelkezésére állt, abban kiemelkedő szerepe volt, és szinte egyedüli szerepe volt a projektmenedzsment tekintetében Zsuzsának, hogy az jól működött. Ezt szerettem volna csak hozzátenni. Köszönöm szépen.
Határozati javaslatom, Széchenyi Város Önkormányzat képviselőtestülete, Széchenyi Városfejlesztő Nonprofit Kft. Társaság ügyvezetője által elkészített 2015. évi mérleg beszámolóját megtárgyalta, és figyelemmel a könyvvizsgálói állásfoglalásra a társaság 2015. évi mérleg beszámolóját az előterjesztés szerint 19.763.000 forint mérleg főösszeggel, 8.001.000 forint mérleg szerinti eredménnyel elfogadja, aki ezzel egyetért igennel és készfenntartással jelezze. Egyhangú köszönöm szépen. Köszönjük szépen, Zsuzsa. Tisztelettel köszöntöm Rácz Beatrixet. Polgármester úr, alpolgármester asszonyt, illetve a holding vezetőjét, képviselőket. Köszönjük szépen, és akkor egy pár szóval kérném is, hogy az írásos előterjesztést egészítsd ki. Köszönöm. Mint a jelenlevők tudják, hogy a Széchenyi AgroHerb Nonprofit Kft. A leírt anyagától eltérően nem csak azokat a tevékenységet látja el, amik itt fel vannak tüntetve, mint például fő tevékenységnek a közétkeztetés, mezőgazdasági gépi szolgáltatás, illetve növénytermesztési feladatok, itt a szántóföldi kultúrákat értem, hanem ellátja a startmunkaprogramnak a növénytermesztési és állattenyésztési feladatait, koordinálja, szervezi a dolgozókat, irányítja, illetve egyéb dolgokat is végez benne. Ezt nem feltétlenül tükrözik a leírt eredmények, erre majd, ha szükséges, akkor kitérek későbbiekben, a sorok ezt nem tartalmazzák. Itt az eredményünk azért pozitív, mert egy nagy mérvű értékcsökkenés terhel minket. Ezt már a tegnapi pénzügybizottság ülésen is tárgyalták. Elhangzott ennek a mértéke 3,9 millió forint, és durván egy 1,5 millió forintos nagyértékű értékcsökkenésről van szó. Hogyha ez nem lenne, akkor természetesen pozitív eredménnyel zártunk volna, de ezek azok a tételek, amik átrendítették a másik oldalra minket. Ezt kiküszöbölendően egy céltartalék képzését beszéltük meg a szakmai segítségem, a főkönyvelő és a könyvvizsgáló segítségével, amit a felügyelőbizottság is jóvá hagyott, és így 2 millió 900 ezer forintos pozitív eredménnyel zárult a társaságnak a 2015-ös éve. Tehát esetleg még ez, amit el szerettem volna mondani itt az elején. Esetleg, ha van még egyéb kérdés, akkor az természetesen éppen megválaszolom. Akkor először még Velencei Béla urat kérném meg, hogy tegye meg az észrevételét. A AgroHelp Kft. Eredmény kimutatását az ügyvezetéssel pénteken átbeszéltük, és ugye akkor egyértelmű és világos lett, világossá vált, hogy a társaság a 2015-ös évet megelőzően egy jelentős 10 millió 100 000 forint értékű céltartalékot képzett. Ugye ezt elmondanám, hogy számviteli szempontból ez úgy működik, hogy amikor az eredmény olyan, akkor a társaság költségként X forintot, itt jelen esetben itt több éven keresztül 10 millió forintot költségként elszámol kvázi előre, és ezáltal a tulajdonos felé egy mérsékelt eredményt mutat be, amikor pedig a eredmény mínuszba fordul, akkor ennek a céltartaléknak a feloldásával egy rendkívüli, hát illetőleg nem rendkívüli, hanem egy egyéb eredményt, egyéb bevételt ír jóvá. Ugye én azt kifogásoltam, hogy
ennek a mértékét a társasági szerződés szerint ugye a holdingnak jóval kellett volna hagyni, és én erre vonatkozólag nem kaptam semmiféle írásbeli dokumentumot, hogy ez az egyeztetés megtörtént. Kialakult a könyvvizsgálóval köztünk egy szakmai jellegű vita, hogy kvázi ez eredmény, nem eredmény, milyen bevétel. Egyértelmű, hogy abban az esetben, ha a, úgy mondom, hogy a tulajdonviszonyok egyértelműek, tehát gyakorlatilag a tulajdonos tud róla, hogy most ebben az évben ezért az ennyi az eredménye, és majd ezt akkor visszakapom, vagy visszahozom. Ez természetesen a számítási szabályoknak maximálisan megfelel. Csak ugye így most, hogyha ránézünk az eredmény kimutatásra, egy 2 millió 900 ezer forintos nyereséget látunk. Ha viszont ránézünk a 29-es adóbevallásnak a első sorára, ott ugye már ez az eredmény, ott már egy mínuszos szám szerepel adózás előtti eredményként. Ezt azért volt ilyen komplikált, hogy elmondjam, hogy mindenki számára világos legyen, hogy én ezt az összeget láttam, és úgy éreztem, hogy erről a tulajdonosnak tudni kell, hogy ebben az évben ez így alakult, és még van 5 millió forint ilyen jellegű, úgymond félretett pénz, ami a későbbiek folyamán. Csak ugye, ha a társaság szempontjából nézem ezt, akkor a ügyvezeti szempontjából ez teljesen jogos és reális, hogy ez az évi eredménye is jó lett. A tulajdonos szempontjából nézem, és azt mondom, hogy ezelőtt 10 millió forintot kvázi nem tett el, és nem tudta, hogy itt neki egy ilyen eredménye képződik, akkor már árnyaltabb a kép. Azt nem tudom, hogy ezek előtte így meg voltak-e tárgyalva. Számomra szakmailag ez egy olyan dolog, hogy ezt el kell mondani a tulajdonosnak, hogyha megbíztak azzal, hogy ezt nézzem át, hogy itt ebben a dologban van egy ilyen. Én még egy dolgot említettem, ezt a könyvvizsgáló maximálisan megvédte, hogy a mezei leltár esetében a tavalyi éves árbevételt, ha veszem a mezőgazdasági tevékenységből, akkor a mezei leltár a 10%-ot éri el. Ezt én egy rendkívül óvatos becslésnek elfogadtam, hogy ez a tény szerinti, de ebbe is van egyfajta tartalék. Ugye ez csak úgy vetődhet föl a tisztelt testület szempontjából, hogy egyébként itt is van átadott testületi pénz. Tehát, de én azért mondtam, hogy én nem ebből a szférából jövök, én kívülről jövök, ahol minden egyes árbevételé, minden egyes forintért meg kell küzdeni, és senki nem áll az ember háta mögött, hogy légy szíves, szükségem lenne még ennyi pénzre ahhoz, hogy jól működjek. Én azzal is tisztában vagyok, hogy a testület feladatokat is határoz meg, de külső szemmel nézve én ezt a két halvány záróírás megjegyzést tettem. Ez sem áll ellentétben a könyvételi előírásokkal, csak egy belső információ a testületnek, hogy erről tudjon. Köszönöm. Ha van kérdés, a szívesen válaszolok. Köszönöm szépen. Pénzügyi bizottságunk tárgyalta. Mikrofont légy szíves, elnök úr. Igen, tárgyalta a pénzügyi bizottság, és ennek a általad is most említettek figyelembevételével is javasoltam, mert azért úgy előzetesen jelezték felénk, hogy lesz ilyen hozzászólásod, de egyébként maximálisan köszönjük a te másfajta látásmódodat. Egyébként, mint tulajdonos, valóban igazad van, hogy ki is fejhetnénk a pénzt ezekből a KFT-kből, ami keletkezett, de lehet, hogy mi tulajdonosként úgy vagyunk, hogy előbb hagy hízzon meg a kacsa, utána is elég lesz kopasztani. Úgyhogy erről ennyi a véleményem, de összességében három igennel javasoljuk a KFT-nek a eredmény kimutatásának az elfogadása. De ez csak egy szemlélet. Bocsánat, én sem elfelejtettem mondani, hogy én is javaslom magának a beszámolónak, a mérlegnek az elfogadását. Ez információ volt a tulajdonosok részére, tehát nincs köztünk ellentmondás. Köszönöm szépen, kérdések voltak. Bocsánat, szerintem még ügyvezető.
Meg szeretném azt hozzátenni, hogy amit említettem, itt ellátjuk a Start munkaprogramban az egyes feladatokat. Ez nagyságrendileg nem kis összeg, amit milliós nagyságrendű, amit ráköltött a tavalyi évbe a cég. Tehát ezt jelezném itt, hogy ne tessék azt hinni, senki ne gondolja azt, hogy itt bármi pénz el van dugva, el van téve. Itt tulajdonképpen a biztonságra próbálunk úgymond játszani, mert előfordulnak olyan nagy kiadások, amik várhatóan lesznek, csak nem tudjuk megvalósítani még ennek a kivitelezését, mert ez egy többnapos leállást jelentene például a konyha részére. Ezt is meg kell oldanunk, és ezt megoldjuk, ennek a kifizetését az önkormányzat helyett, ez is milliós nagyságrendű. Tehát akkor itt kérem azért azt elfogadni, hogy itt az önkormányzatért dolgozunk, és a cég dolgozói ezért vesznek részt ebbe a munkába, hogy legjobb tudásuk szerint itt mindenki azon legyen, hogy minél több legyen a cégnek, így minél több legyen az önkormányzatnak. Tehát, hogy kérem ezt figyelembe venni azért. Köszönöm. Alpolgármester asszony. Nekem kérdésem is van ügyvezető asszonyhoz és a Bélához vonatkozóan is, meg észrevételezni is szeretnék. Hozzád egyetlen egy kérdés van, remélem fogsz tudni nekem válaszolni rá, hogy az előző tárgyében 10 millió 100 ezer forint volt az eredménytartalék, most meg 5 millió 100 ezerre csökkent, és ez a 10 millió 100 ezer forint keletkezésének évét az 2015 vagy már korábbi években is megvolt képezve. Tehát 2014 vagy már korábbi években is meg lett képezve. Ezt megkérdezem a főkönyvelő asszonytól, mert mindent én se tudhatok, természetesen a szakmai kérdéseket. Ez több év alatt keletkezett, biztos, hogy nem egy évben keletkezett. Rendben, a másik kérdésem az van, majd nyilván itt visszatérünk rá egy később időpontban, de most csak ennyi lett volna, hogy ez esetleg egy viszonylag korai, vagy még korábbi időszakra vonatkozik. A mezei leltárral kapcsolatban én jó gondolom-e azt, hogy a mezei leltár az valamilyen szinten az üzleti tervet, vagy a költségvetés befolyásolja, mert hogyha magasabb, akkor kevesebb a önkormányzati támogatás, hozzátétel, vagy tehát milyen módon jelentkezik ez a mérlegben és az üzleti tervben a pontos mezei mérleg, vagy leltár, bocsánat. Nem értettem. Nem, én értem, már is tudom mondani, hogy én mire gondolok. Tehát Isten igazából abban az esetben, ha itt most a mezei leltár egy magasabb összegen szerepelt volna, akkor ez javította volna az eredményt. Tehát itt ugye azt mondta a könyvvizsgáló, hogy az óvatosság elve alapján teljesen levitték ezt az értéket a minimumra, ami egyébként a társaságnak szíve joga. Ez azért mondtam én, hogy 10%, mert a tavalyi évet, ha megnézem ebből a tevékenységből, egy 3 millió 5-600 ezer fontos árbevételt realizált az Agrohub Kft. Ehhez képest a mezei leltár egy olyan nem egész 10% körül van. Tehát az üzleti tervet úgy befolyásolja, hogy ha az idei év a tavalyi színnek megfelelően lesz, akkor ugye Isten igazából egy ilyen nagyságrendű, kvázi egy 90%-os hozamból, ami majd betakarításra kerül, már csak az a költség esik le, ami az idei évben ennek a tevékenységnek kapcsolatosan fölmerült közvetlen anyag, bérköltség egyéb. Tehát gyakorlatilag itt egy viszonylagosan jó eredmény várható, vagy remélhető. Tehát így áll összefüggésbe. Értem. Csak én ezt tulajdonosi szempontból kérdezem, mert ugye nekünk, amikor döntünk az üzleti tervbe, hogy egyes társaságokhoz kell-e mennyit hozzátenni, akkor nem mindegy, hogy pontosan látjuk. Hát én azt szeretném javasolni ügyvezető asszonynak, hogy nézzünk vissza jó pár évet, hogy mennyi volt az, ami a valóságos, mennyi volt a tervezés, és próbáljunk már meg egy picit közelíteni a dolgokba egymáshoz, mert az, én úgy gondolom, hogy nekünk, mint tulajdonosoknak nem mindegy, hogy hogyan tervezünk a későbbiekben. És akkor még egy, vagy szeretnél reagálni? Csak egyetlen egy kiegészítés, még most eszembe jutott, hogy a ügyvezető azt, hogy említette az értékcsökkenési leírást. Én közben itt rátekintettem a mérlegre, és
Az előző évben, tehát 2014-ben 3.784.000 forint amortizációt számolt el, ebbe az évben 3.961.000 forintot. Tehát én itt nem érzek olyan dolgot, hogy a társaság hirtelen került szembe egy olyan költségnövekedéssel, ami itt most indokolt lenne. Illetőleg még egy nagyon halvány és zárójeles megjegyzés, hogy ami itt a közmunkaprogrammal kapcsolatosan elhangzott, én arra hívom fel a tulajdonosoknak a figyelmét, hogy ami fehér, az fehér, ami fekete, az fekete, ezeket jó lenne szétválogatni, és mindent a helyére tenni, hogy bármikor tisztán visszaellenőrizhető legyen. Tehát itt volt egy utalás, amit én érzek is, csak ugye gyakorlatilag ennek a könyvekből vagy vissza kell, hogy tükröződjön, vagy pedig nem kell, hogy ez elhangozzék. Bocsánat, a személyes. Én még, de még mindegy. Mert azt mondta, hogy három dolgot, és akkor már csak az egy mondat, ami kifejezetten az ügyvezető asszony felé megy. Tulajdonképpen én már az előző beszélgetésünkön is elmondtam, hogy kizárólag azért tartom nagyon fontosnak, hogy a képviselőtestület pontosan tisztában legyen azokkal a számokkal, amik alapján dolgozunk és döntéseket hozunk, annak a háttértartalmával is, mert most vagyunk egy fejlesztési időszak előtt, és én úgy gondolom, hogy akkor fogunk tudni megalapozott döntéseket hozni, hogyha ténylegesen látjuk, hogy az adott tevékenység hosszú távon nyereséges vagy nem nyereséges. Ha nem nyereséges, de mi a számadatokból ezt nem látjuk, akkor ne egy Isten hozunk olyan döntéseket, amely később nehézségeket fog okozni akár a társaságnak, akár az önkormányzatnak. Tehát kizárólag ezért fontos az, hogy nagyon alaposan átnézzük. Egyébként az ügyvezető asszonytól ígéretet kaptam, hogy jövő hét vége felé kapni fogok egy pontos tételes kimutatást, amit esetleg a képviselőtestület elé vissza is hozhatunk, hogy pontosan a tevékenységek milyen arányú költségekkel, eredményekkel járnak. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, tisztelt polgármester úr, tisztelt testület. Úgy kezdem, hogy egyetértek az alpolgármester asszony által elmondottakkal. Valóban ugye a tulajdonosi szemlélet fontos, hogy megjelenjen a cégek működésénél. Én külön köszönöm Velencei Béla úrnak, hogy ilyen részletesen kifejtette a cégek átvilágítását és a vizsgálatát, és ebből kifolyólag nekem két kérdésem vetődött volna föl. Egyik ugye ahhoz vonatkozik, hogy tegnap szembesültünk a bizottságülésen, hogy volt a 10 millió forintos céltartalék, és ebből 5 millió forint feloldásra került. Itt ugye a társasági szerződés alapján, ahogy a könyvvizsgáló is említette, ez tulajdonosi jóváhagyást kellett, ez gondolom a holding részéről meg kellett, hogy történjenek, meg kellett, hogy legyen. Ez a igazgatóhoz vonatkozna a kérdésem. A másik pedig, ugye ami ehhez kapcsolódik, és itt utalnék elnök úrra, ugye a tulajdonosnak a kacsa számít, és ugye most reméljük, hogy a 10 millió forintból a fele, tehát a kacsának a lába meg a húsa belement a cégbe, és a tulajdonosoknak már csak a mája maradt, tehát azért figyeljünk arra, hogy ezt a kacsát azért hízlalni kell, tehát még messze van attól, hogy kopasszuk a történetet. Ha már kicsit így humorosra akarjuk folytatni a szót. És a következő kérdés pedig a igazgató asszonyhoz lenne, hogy amit említett a könyvvizsgáló is, van ez a mezei leltár, és már alpolgármester asszony is szóvá tette. Ez a 10%-os óvatos beslés, ez mi miatt sikerült ennyire alacsonyra, ezt lehetett volna esetleg emelni mondjuk magasabbra is, inkább ez a túlzott óvatosság miatt volt 10%-ra becsülve. Köszönöm szépen. Kezdjem. Tehát itt a mezei leltárról ugye annyit tudni kell, hogy a mezei leltár befolyásolja sok minden, befolyásolja legfőképpen a földterület nagysága. Itt most földterületben változás volt, tehát lecsökkent egy jó pár hektárral. Már ez se hozza azt, hogy ugyanannyi legyen az értéke neki, mint a tavalyi évben, vagy a tavaly előtti évben. Befolyásolja az is, hogy milyen vetés szerkezet van abban az évben. Tehát teljesen más egy vetésforgóban azon a helyen levő kultúrának a mezei leltára, mint ami a mostani. Itt az őszi búzát a napraforgóval ne hasonlítsuk össze. Teljesen más a kimenete neki, teljesen más a bevétele neki. Ezt szükséges, hogy ez legyen. Tehát itt szakmailag ennyit lehet róla mondani, nem tudom, hogy ez... 10%-ot
Itt a gazdálkodók, akik mezei leltárt készítenek, biztos vagyok belőle, hogy 10-ből 9-en ugyanígy járnak el, mint ahogy mi járunk el, tehát éveken keresztül, tehát van egy bizonyos tematika, amit követni kell, amit be kell tartani, tehát itt nincs különösebben indoklás, mert itt magukért beszélnek a dolgok, ezek tényszerű adatok. Úgyhogy ennyit tudok esetleg hozzáfűzni. Meg esetleg annyit, hogyha bárki is nézi a mezőgazdaságot, tehát ha 5 évet nézünk, 5 évből általában 2 jó szokott lenni, 2 úgy elmegy, ahogy 1 meg ráfizetéses. Tehát ezt is a gazdálkodók tudják, sajnos a mezőgazdaság ilyen. Tehát esetleg volt annak idején is a céltartalék képzésnek egy ilyen gondolata, amikor ez megvalósításra került, hogy talán lesz olyan évünk is, amikor nem hízik annyira az akacsa, ahogy említette itt a képviselő úr is. Most egy kicsikét úgy pihen, de azon vagyunk, hogy egyre hízon. Hogy ennyit szerettem volna csak hozzáfűzni. Nem tudom, ez köszönöm szépen, én igazából mezőgazdasághoz ilyen mélységig nem értek, csak számomra az volt kicsit furcsa, hogy 10%-on veszik figyelembe a leltár, de hogyha így van szakmailag, akkor bizonyára nem vitatkozom vele, el kell, hogy fogadjam. Köszönöm szépen. Köszönöm a polgármester asszony. Én csak megerősítést várok, már tudom, hogy számoltunk, de aztán nem tudom, hogy lett a végeredmény, hogy ugye a cég, mint ahogy említetted is, hogy azért több tevékenységet folytat maga mellett, ez a mezőgazdaság, ez, ha jól emlékszem, abban maradtunk, olyan durván 10%-ot tesz ki az össz árbevétel vagy tevékenységből. Köszönöm. Jó, az a kérdésre a válasz gyakorlatilag, hogy nem kaptunk erre vonatkozóan felkérést ügyvezető asszonytól. Azt viszont kiemelte ugye a független könyvelőiroda a vizsgálata során, hogy a jövőben, tehát jelenleg az a 2016-os évben kiemelt figyelmet szeretnék fordítani arra, hogy a cégek egymással nagyon jól kommunikálnak, hiszen a holdingnek a kialakításának az egyik fő indoka az volt, hogy átláthatóvá váljanak a korábbi cégeknek a működtetése. Tehát tulajdonképpen ebben részemről is nagyobb szigorítás, illetőleg odafigyelés szükséges. Tehát, hogy ilyen a jövőben ne történjen, és ezt elvárom a ügyvezetőktől is erre vonatkozóan. Tehát a feloldásra vonatkozóan nem érkezett kérés irányomba. Köszönöm szépen. 2015-ös évi beszámolót tárgyaljuk, tehát 2015-ben azért azt pontosítsuk le, hogy 2015-ben nem csökkent a művelésre felhasználható terület. Jövetésnél már. Igen, azt azért, tehát azt fontos elmondani, hogy két olyan más szempontból frekventált terület, egyrészt az 1990-es helyrajzi számú Ludányhalászi út mellett található 10 hektáros terület, ami ugye a vállalkozói park kialakításában érintett, az rövidesen kikerül a gazdálkodás tekintetében, illetve a másik a kerülő út mellett található 8 hektáros terület, aminek a jelentős részét már értékesítette az önkormányzat, szintén gazdaságélénkítő céllal. Annyit szeretnék azért elmondani, hogy köszönjük természetesen a cég munkáját, és azt is, hogy a vállalkozási tevékenységen túl olyan önkormányzati feladatok, plusz feladatok, mint például a Start munkaprogram tekintetében szakmai segítséget nyújt. Annyit szeretnék azért úgymond mentségünkre elmondani, hogy a plusz feladat mellé természetesen azért támogatás is jár, és mondjuk az önkormányzat a Start ezen bevételeiből azért mondjuk a foglalkoztatottak bérét mindenféleképpen állja, illetve azt is el tudom mondani, hogy mondjuk a mezőgazdaságnál a Start munkaprogram keretében mondjuk az állattenyésztésnél vagy a kertészetnél megtermelt javak, azok reményeink szerint a kedvezményes áron kerülnek be az AgroHelp Kft-be, aki a közétkeztetést végzi, tehát nem a piacról kell
ezeket a zöldségeket, húsokat beszerezni, hanem a Startmunka programban megtermelt javakról, illetve az önkormányzat is azért jelentős mértékben hozzájárult az elmúlt évben, hiszen például a kutak újrafúratásával is több millió forintot, szerintem több mint 3 millió forintot investáltunk ebbe a történetbe, ami azért csak a történetnek a működését javítja. Képviselő úr? Képviselő társamhoz lenne egy kérdés Varga Béla úrhoz, hogy hogy látod az idén az a 10 hektár műveli, már mint ipari park kialakítás alá kerül, vagy még szerintem nem kéne csökkenteni azzal a területtel a Agrohelp működési területét. Mert legjobb esetben is, ha nyerünk is az idén, nem biztos, hogy ez a beruházás az idén megvalósul. Tehát ne hagyjunk parlagon földet, én csak azért kérdeztem, meg gondolom jobban belelátsz az időtávlatokba. Köszönöm. Hát, ha belelátnék, akkor lottóznék. Egész pontosan, de biztos információt nem tudunk adni. Ugye jelenleg most zajlik a pályázati beadási proceduktúra, határidők azok sajnos csúsztak, mint mindenhol máshol. Én azt mondom, hogy csak reménykedni lehet abba, hogy döntés mielőbb várható, de hagyd ne bocsátkozzak konkrétumokba, mert jelen helyzetben ez tőlünk sok dologtól független. De a polgármester asszony talán ki fogja tudni egészíteni. Köszönöm szépen. Nekem csak az jutott eszembe, hogy az ő testületülésen nem döntöttünk arról, hogy a körbekerítése meg a portaszolgálatra kit jelölünk ki, vagy az nem azt jelenti, hogy meg is lesz? Csak a tervezési díjult. Tehát a kerítés meg a port, azt jó, bocsánat, én azt hittem, hogy elég magas összeg volt, hogy abban benne van a kerítés is, meg a... Jó, értettek. Köszönöm szépen, bocsánat. Köszönöm szépen. Jó, van-e még esetleg vélemény, mert ha nincs, akkor pörgessük azért egy kicsit. Határozati javaslatom. Széchenyi Város Önkormányzat képviselő testülete a Széchenyi Agrohelp mezőgazdasági oktató, termelő és értékesítő non-profit Kft. Társaság ügyvezetője által elkészített 2015. évi mérlegbeszámolóját megtárgyalta, és figyelemmel a könyvvizsgálói állásfoglalásra a társaság 2015. évi mérlegbeszámolóját az előterjesztés szerint 51.533.000 forint mérleg főösszeggel, 2.900.000 forint mérleg szerinti eredménnyel elfogadja. Aki ezzel egyetért, igen, és készfenntartással jelezze. Egyhangú. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen, és további jó munkát kívánunk. És következik a Város Üzemeltetési Nonprofit Kft. Beszámolója, és itt szeretnék egy gyors kiegészítést tenni, és tisztelettel köszöntöm Volgár Brigittát. Annyit szeretnék azért a lakosság felé, mert a képviselőtársaim azért tudják, hogy vezetőváltás történt a cég élén, ugyanis Benedek Mónika bejelentette távozási szándékát a cég éléről egyéb okokra hivatkozva, ezt tudomásul vettük, és az önkormányzat időközben, tehát tulajdonképpen még teljesen friss ügyvezetőt köszöntünk, aki azért teljesítette a kötelességét, de igazándiból, tehát majd a 2015. évre vonatkozóan minden egyes rezzenése valószínűleg nem tud választ adni, de reméljük, hogy igen. Úgyhogy őt most egy kicsit így óvatosan kérdezem meg, hogy kívánod-e szóban kiegészíteni, vagy majd, ha kérdés van. Úgy gondolom, hogy a jelenlegi helyzetemben nem. A beszámolóban minden le van írva, ha valakinek van kérdése, és tudok válaszolni, akkor nagyon szívesen. Köszönöm szépen, és akkor maradjunk a sorrendnél, hogy akkor Velencei Béla urat kérem meg először. Mai napon tárgyalt mérlegek közül a legkritikusabbhoz érkeztünk. Ugye itt a társaságnak 2015 évben 20.326.000 forint nettó árbevétele volt, 26.118.000 forint egyéb bevétel, és mindezek eredményeként 14.208.000 forint veszteséget realizált. Most, hát ezek elég meredek számsor. Ha ezt még hozzáteszem, hogy a saját tőkéjel társaságnak 2015. január 1-én
2 millió forintos jegyzettőkéből, 27 millió 629 ezer forintos eredménytartalékból, és 2014 évről 4 millió 580 ezer forintos vélekszerinti eredményből 25 millió 049 ezer forint volt. Ez a saját tőke, ez most lezuhant 11 millió 841 ezer forintra, és pedig azért, ugye, mert ez a 14 millió 208 ezer forint vélekszerinti eredmény, vagyis veszteség realizálódott. Ha még ezt tovább, hogy úgy mondjam, boncoljuk, akkor a kép az hirtelen még rosszabb lesz, hiszen a társaságnál a követelések, ugye a kintlévőségek, ami a elszámolt, de be nem folyt árbevételt tartalmazzák zömmel, ott 8 millió 871 ezer forintot tart nyilván, de ha megnézzük, hogy a társaságnak egy 15 millió 800 ezer forint körüli számra emlékszem, hogy annyi kintlévősége van, amely 365 napon túli, és tulajdonképpen ennek az összegnek a fele, 7 millió 884 ezer forint került leírásra és veszteségként elszámolásra, de a másik fele, ez a 8 millió 571 ezer forintnak a nagy része is, több mint 90%-a véleményem szerint, és ez a mai döntést megnehezíti, hogy ez is számviteli elvek alapján leírása kéne, hogy kerüljön, hiszen amikor én megkérdeztem a ügyvezetést, illetőleg a könyvvizsgálót, hogy mondja meg nekem, egy ilyen rövid, egyszerű kérdés volt, hogy 2015 évben ebből az induló 15 milliós kintlévőségből hány forintot szedtek be? A válasz 0 forint volt. Tehát itt ez egy komoly döntést igényel itt a tulajdonostól, hogy ezt a mérleget most így fogadja el, vagy pedig amit a többi társaságnál, ugyanaz a könyvvizsgáló torony magasan az óvatosságra hivatkozva maximálisan mindent betartott, és a társaság ennek megfelelően járt el. Amikor én megkérdeztem, hogy a 2014-es évet ennek függvényébe milyen záradékkal látta el, akkor ő azt mondta, hogy hát ő nem tett semmiféle kitételt, és hagyta, hogy így kerüljön elfogadásra a mérleg, mondván, hogy a társaságnak olyan célkitűzései, törekvései voltak, amelynek megfelelően, ha ő ezt megtette volna, ugye akkor értelemszerűen a saját tőke mínuszba menne, és ugye onnantól már pályázni lehetetlenség, mert teljes egészében kizáró ez a dolog. Hát ezzel a kérdés számomra nem lett megválaszolva, csak most visszamondom azokat az előzményeket, ami a testületnek a döntés előtt tisztába kell lennie. Tehát az én szűk szakmai megítélésem szerint ez a társaság így, ahogy van, teljes egészében alkalmatlan a feladatok ellátására, illetőleg arra is, hogy a tulajdonos ebbe újabb pénzt öljön bele. Elég negatív ez a vélemény, de a számok számomra ezt mondják. Nem tudom egyébként, hogy a könyvvizsgálói vélemény elkészült-e a tegnapi pénzügyi bizottsági ülésre, és elkészült, akkor az mit tartalmaz, mert ezt nekem már nem volt szerencsém látni. No comment. Köszönöm, a kérdés van, akkor ezt szerintem meg tudjuk beszélni. Pénzügyi bizottságunk tárgyalta. Igen, és a pénzügyi bizottság azt javasolja a testületnek, hogy miután nem volt egyértelmű, támogatja a C
cég fennmaradását, annak ellenére is, hogy ez a kérdés most felmerült a tanácsadó részéről, és teljesen jogos, csak nekünk el kell dönteni, hogy akarunk-e hulladék szállítást, begyűjtést, feldolgozást egy 250 milliós eszközállománnyal, ami arra vár, hogy a város ezt üzemeltesse, és csak ezen a cégen keresztül tudjuk megtenni, jelen álláspont szerint. Tehát itt olyan döntést kell hozni, hogy vagy radíren, és akkor marad egy parkfenntartó, parkgondozó, annó nagyon sokan foglalkoztak már ezzel, vagy meghagyjuk még ezt az évet, mert ha realizálódna az az eszközállomány, meg megkapná az engedélyt a szemétszállításra, és munkahelyeket tudna létesíteni, akkor viszont én is azt mondom, hogy maradjon meg. És szerintem a pénzügyi bizottság ebbe az irányba tette meg fontolást tárgyalva a három igennel együtt is, hogy maradjon meg a cég. Vissza. Mert nem tehetünk mást. Hirtelen nincs jobb ötletem, de ha van, azt nagyon szívesen fogadjuk. Visszakérdeznék, hogy okay. A pénzügyi testület bír-e olyan tényleges üzleti tervvel, amely alapján azt tudja mondani, hogy ezt a tevékenységet igenis szeretné a város, és jól fog az működni. Ezt engedtessék meg nekem, hogy azért mondjam, mert 1978-tól 88-ig volt szerencsém egy ilyen társaságnak a Széchenyi Város Költségvetési Üzemének a főkönyvelőjeként ebbe a tevékenységbe részt venni. És az a cég akkor a megye legjobb költségvetési üzeme volt, többszörös kiváló üzem, de hogy a szemétszállítás mindig veszteséges volt, azt itt fixen ki tudom jelenteni, és azóta ez a helyzet nem igazán változott, sőt, ugye a lakosságtól való díjbeszedésnek a nehézsége csak fokozódott. Tehát ez egy szép szám, amit most itt elhangzott, de ez alapján szerintem egyértelmű döntést nem lehet hozni, de azért mondom, hogy ennek megfelelően azért itt ezen az egyszerű tényen, hogy itt tavaly még minden rózsaszín volt, ma pedig hirtelen minden felborult, azért ez nem egy egyszerű kérdés a tulajdonos részére sem. Azt el tudom képzelni, hogy ezt a mérleget és eredményt így a testület elfogadja, mert ez a tartalékképzés a kintlévőségre nem kötelező, ez még halasztható, de ezt a kérdést szerintem nagyon alaposan körül kell járni, és ne csak az lebegjen a testület előtt, hogy milyen nagyságrendű pénzt lehet itt elnyerni, hanem az a tevékenység, amit majd folytatni fog, az mennyibe szolgálja a város érdekét, ha saját cégen belül végzi, vagy mennyibe szolgálja az, hogyha ezt a terhet esetleg másnak kell cipelnie, és akkor a város csak azt teszi melléje, ami szükségszerű. Köszönöm. Én javaslatot szeretnék egyéb iránt tenni. Én úgy gondolom, hogy az új ügyvezető asszonyt annak reményében választottuk meg, hogy ez tehát magával a hulladékszállítási feladattal megbirkózik. Én javasolnám azt, hogy készítsen egy olyan üzleti tervet, amiből látjuk, hogy hogyan fognak alakulni a következő számok, amit ugye már tervezhetünk esetleg a hulladéklerakási díjak és egyéb adatok alapján. És azt pedig szeretném a képviselőtestületnek elmondani, hogy ez a cégnél ez a 21 millió forint, ami körülbelül, ha összeadom, és teljes egészében lett volna, az nem azt jelenti, hogy holnap az önkormányzatnak hozzá kell tennie, hiszen ezt mi már a működéshez a korábbi időszakban átadtuk. Tehát, hogyha ügyes lesz az ügyvezető asszony, és én bízom benne, és tudom is, hogy ügyez, akkor minden egyes behajtott forint, ami a kintlévőségeknél szerepel, az tulajdonképpen pozitív eredményként fog megjelenni. Én arra szeretném biztatni őt, hogy akkor készítsünk egy olyan üzleti tervet, hogy lássuk, hogy ha beindul majd ez az üzletág, egyrészt mi kell ahhoz, hogy beinduljon, milyen költségek, és ha beindul, akkor tulajdonképpen ez a tevékenység milyen eredménnyel, várható eredménnyel járhat, mert annak függvényében tudunk szerintem olyan döntést
hozni, ami megalapozott. Köszönöm. Azt szeretném kérdezni, hogy a kintlévőség az behajtható, és hogy miből van? Miből ered a kintlévőségünk összege? Több éves felhalmozó nem fizetés a lakosság részéről. Személyszámítási díj. Igen. És ennek mennyi része behajtható szerinted? Ez szintén a lakosság hozzáállása, mert én úgy gondolom, túl sok időm nem volt, hogy ezt a dolgokat felmérjem, de én úgy gondolom, hogy nagyon sok lakos nem is tud arról, hogy tartozik. Tehát szeretném a lakosság közreműködését is kérni ebbe, hogy akinek esetleg majd ezek a felszólítások kimennek, azok közreműködjenek velünk abba, hogy ezeket a tartozásokat tisztázzuk. Én ebben látom a idézőjelben megoldást. Tehát ezt csak közösen fogjuk tudni helyre rakni. Bízom benne. Köszönöm szépen, tisztelt polgármester, tisztelt testület. Ugye látszik, hogy illúzióink azért ne nagyon legyenek, ez egy elég kritikus helyzet. És hát köszönet érte, hogy ilyen részletesen föl lett tárva ez a jelenlegi állapot. Igazából a kérdés ez nem is az új igazgatóasszonynak szól, hiszen ő ezekről ugye sok minden nem tehet, de már most látszódik, hogy lesz bőven feladata a új ügyvezetésnek, és legfőképp a holdingnak is, hogyha ugye át szeretné szervezni ennek a képviselőtársam Albert által is mondott működését, hiszen a személyszállítás az nem könnyű műfaj, hogy a könyvvizsgáló is említette, az eddig minden évben csak mínuszokat meg veszteséget termelt, úgyhogy lesz bőven kihívás a témában. Én két dolgot szerettem volna megemlíteni, a helyzetet nem túlragozván. Az egyik az, hogy volt egy 15 millió nagyságrendes kintlévőség. Ugye nem tudom, hogy kihez kéne a kérdés föltenni, hogy tavaly egyáltalán történt ennek valamilyen mód vagy lehetőség a behajtására a ügyvezetés vagy a cég részéről. Itt van a másik, hogy én a könyvvizsgáló úrnak vetném fel a felelősségét, a Máté Imre úrnak. Ez egy akkora baklövés, amit elkövetett, hogy óriási. Ez a minimum, hogy le kell cserélni. Ezt az új vezetőnek mondom a személyes véleményem, mert ezt egy könyvvizsgáló záradékba jeleznie kellett volna neki tavaly is, meg akkor fönnállt, mert ugye elmondták, hogy ez nem 15-ös, hanem 14 éve is már megvolt, hogy van egy ekkora mértékű dolog, amit a könyvvizsgáló záradéknak meg kellett, hogy tegye. Ez egyértelmű a testületnek a félrevezetése, mert ha én ezt tudom tavaly, akkor az az első dolgom, hogy az ügyvezetésnek azt fogom mondani, hogy ezt a 15 millió forintot kezdje meg a beszedését, és ha lehet, akkor legalább minél többet próbáljam belőle beszedni. Úgyhogy ez ügyben én nagyon nyomadékosan megkérem az ügyvezető urat, hogy próbáljon meg intézkedni mielőbb, hiszen ugye elmondta ezt a könyvvizsgáló is, hogy jelenleg a cégcsoportban ugye a működést úgy tapasztalja, hogy nincs összehangolva, és itt szerencsés lenne, hogyha ez minél előbb lehetőségek alapján lenne orvosolva. Köszönöm szépen. Én csak röviden annyit szeretnék, hogy szerintem ma ezt a témát nem kéne tovább feszegetni, le kéne zárni, mert teljesen igaza van Velencei Béla úrnak abban, hogy csak a szállítás az lehet, hogy veszteséges, de azért itt többről van szó. Tehát ne dobjuk el ezt a lehetőséget, most ne hozzunk ilyen döntést, hogy megszüntetjük a céget, vagy átalakítjuk. Adjuk meg a lehetőséget, és teljesen igaza van, mihelyt a szekér nem megy, akkor le kell szállni róla. De ez nem ma van. És ma döntsünk, és haladjunk. Köszönöm. Tehát annyit szeretnék kérdezni, hogy befolyásolhatják-e a határozati javaslatban szereplő számadatokat a döntéseink? Mert ha nem, akkor legalább a beszámolót el tudjuk fogadni, és akkor nyilván utána megfelelő lépéseket meg fogjuk tenni. Én jeleztem, hogy így a beszámoló ezzel a belső tartalommal, amiről tájékoztatást adtam, számvételileg helyes, elfogadható. Itt annyi, amit Albert is kért, hogy ez a kérdés most nem kerül lezárásra. Tudja a tulajdonos, hogy a számok ezt tartalmazzák, és így a mérleg az még a további pályázatokra alkalmas.
Tehát így első ránézésre nem lehet látni, hogy ennek van egy ilyen belső, hogy eddig sem látta a tulajdonos, hogy van egy ilyen belső gondja. Tehát ha így nézem, akkor azt tudom mondani, hogy ezt a képviselőtestület így, ahogy van, elfogadhatja. Marga Béna képviselő. Köszönöm szépen, tisztelt polgármester úr, tisztelt testületén egy zászóként ez a napi rendi ponthoz. Egy kéréssel szeretnék fordulni a ügyvezető úrhoz. Tekintve ugye az elmúlt egy órában látható volt azért, hogy van feladat a város cégeinél, és azért jókora munkát és kihívást jelent mindenki számára. Én azt szeretném kérni, hogyha egy mód van rá kellő tisztelettel és a jó szándék jeleként, hogyha lesznek változtatások, akkor elsősorban próbáljunk már meg arra törekedni, ha van egységesítés, vagy bármilyen jellegű összevonás, akár könyvelés, könyvvizsgálat, eszközbeszerzés, nem sorolom föl, akkor próbáljunk meg Nógrád megyei cégeket ilyen szempontból preferálni, vagy helyi, úgymond vállalkozókat előnyben részesíteni. Én nagyon örülnék neki tényleg, hogyha ez vonatkozna minden dologra is, és annyit szeretnék kérni, hogy nem megkérdezzen az ügyvezető úr jó szándékát, hogy ha van idén olyan mód, akár hogy pályázatírás vagy pályázat tanulmányterv készítés, akkor ettől a kockázatos manőverektől én picit annyit kérnék, hogy óvatosabbak legyünk, hiszen ez a kifizetett 28 millió forint, ez nagyon sok pénz. Nagyon sok pénz, főleg, hogyha az adófizetők pénzét nézzük, és ilyen szempontból ugye ennek a bejövetele mondjuk úgy, hogy 50-50% esély van rá. Én nagyon szurkolok, hogy ez összejöjjön ez a dolog, hiszen akkor ez a pénz nem vész kárba, de mindenképpen szeretném megkérni, hogy ebből legyünk egy picit kellőbb, körültekintőbbek, ha szabad javasolni. Köszönöm szépen. Köszönöm. Tisztelt képviselőtestület, határozati javaslatom. Széchenyi Város Önkormányzat képviselőtestülete a Széchenyi Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Társaság ügyvezetője által elkészített 2015. évi mérlegbeszámolóját megtárgyalta és figyelemmel a könyvvizsgálói állásfoglalásra a társaság 2015. évi mérlegbeszámolóját az előterjesztés szerint 21 millió 65 ezer forint mérlegfőösszeggel mínusz 14 millió 208 ezer forint mérleg szerinti eredménnyel elfogadja. Aki ezzel egyetért, igennel és készfenntartással jelezze. Egyhangú. Köszönöm szépen. És hát jó munkát kívánunk akkor az új ügyvezető hölgynek. És szünetet rendelek el. Tisztelt képviselőtársaim, folytatjuk akkor testületi ülésünket. Következő napirendi pontunk a beszámoló a 2015. évi helyi adóbevételekről. Lenne előterjesztője jegyző úr. Egy pár szóval, hogyha kiegészíted, jegyző úr, azt megköszönjük. Tisztelt képviselőtestület, azt gondolom, hogy elég részletes a beszámoló, kitér minden egyes adónemünkre. Ugye három adónemet kezelünk, nálóan magánszemélyi kommunális adóját, amelyből 2015. évben 12 millió 136 ezer forint folyt be, ez körülbelül 200 ezer forinttal kevesebb, mint az előző évi. Helyi iparűzési adóból 135 millió 500 ezer forintot sikerült az elmúlt évben beszednünk. Ez némi csökkenést mutat az előző évhez képest, egy 5,5 millió forintos nagyságrenddel. Idegenforgalmi adónkon viszont tudtunk egy kicsit emelni, 409 ezer forint volt bebelül, ez plusz 130 ezer forintot jelentett. Kezeljük még a gépjármű adót is, ennek a 40%-a marad önkormányzatunknál. Ebből az elmúlt évben 16 millió 490 ezer folyt be, ez 300 ezer forinttal kevesebb, mint az előző évi. Összességében 166 millió 889 ezer forintot tudtunk beszedni. Az elmúlt évben, és hát a bizottsági ülésen kérték, hogy mondjam meg, hogy mennyi a kintlévőségünk is. Összességében az elmúlt évben 23 millió 260 ezer forint keletkezett, ennek a nagy része iparűzési adó, ez közel a fele, a 11 millió forint, előző évekről pedig 61 millió 237 ezer forint kintlévőségünk van. Külön tájékoztattuk a tisztelt képviselőtestületet, hogy milyen intézkedéseket teszünk az adó hátalékok behajtására. Azt gondolom, hogy az a két kolléganő, aki az adó osztályon dolgozik, mindent megtesz annak érdekében, hogy minél nagyobb arányban tudjuk ezt megvalósítani. Sok esetben az adózóknak a jelenlegi helyzete nem teszi lehetővé, és gondolok itt az, hogy ha valaki munkanélkül, akkor nyilván a munkabéréből
nem tudjuk letiltani, más egyéb ellátásból pedig nem nincs rá mód és lehetőség. Sok esetben most már élnek azzal a lehetőséggel, akár a vállalkozók, akár magánszemélyek is, hogy részletfizetési kedvezményt kérnek. Az elmúlt évben 12 ilyen részletfizetési kérem érkezett, mind a 12-vel sikerült olyan közös megállapodást kötni, amelyet külsőben tudtak is teljesíteni, így azok már nem adóhártaiként jelentkeznek, hanem bevételként fognak jelentkezni, a más nem az idei költségvetésünkben is. Köszönöm szépen, röviden ennyivel szerettem volna kiegészíteni. Köszönöm, jegyző úr, pénzügyi bizottságunk tárgyalta az előterjesztést. Igen, és három igennel javasolja a képviselőtestületnek az előterjesztést elfogadni. Köszönöm szépen. Kérdések? Varga Béla képviselő úr, parancsolj. Köszönöm szépen, tisztelt képviselő úr, tisztelt testület. Nekem volt bizottságin egy felvetésem, és nem tudom, azzal kapcsolatosan érdemes ezt most itt elmondani, hiszen ugye az volt a felvetés, hogy a helyi adók kapcsán. Ugye látható volt, hogy a tavalyi esztendőben a helyi vállalkozások befizettek közel 135 millió forint helyi iparűzési adót. És ebből volt egy javaslatom, amit már ugye megtettem az évelei testületülésen is többször, és ugye tegnap is elmondtam a bizottságin, hogy a testület vizsgálja meg annak a lehetőségét, amire továbbra sem szeretnék lemondani, hogy akár egy 10 millió forintos összeg elkülönítésével akár két vagy három olyan szemét foglalkoztasson a város önkormányzata, vagy valamelyik cége, akár a holdingon keresztül, ami ugye arról szólna, hogy ez a két vagy három ember a széchenyi vállalkozóknak írna díjmentesen, ingyenesen pályázatot, vagy akár a lakosság részére, amennyiben van igény, szintén pályázatokba tudjon segíteni. Én azt tapasztalom, hogy rengetegen keresnek meg minket, hogy különböző formátumban szeretnének indulni, nagyon sok pályázati lehetőség most fog megnyílni, és ebben én hasznosnak tartottam volna, hogy olyan segítség lenne, amit a város tudna kommunikálni, ami nem csak nagyon hasznos lenne az itt lévő lakosnak és cégeknek, hiszen a városi ingyen tudná írni ezeket a pályázatokat, amit elmondhatnánk, hogy a helyi vállalkozók által befizetett helyi iparűzési adóból finanszírozunk a helyi lakosoknak és a helyi vállalkozásoknak. Csak szeretném párhuzamba állítani, hogy nem nagy összegről van szó, 10 millió forintos nagyságrendben ezt be lehetne határolni éves szinten, és ugye itt azért jelzem azt, hogy csak a számokat, hogyha nem sokkal a tiszteletestület 28 millió forintot jóváhagyni, hogy pályázatírásra kifizessünk, akkor szerintem 10 millió forintot sem kellene ilyen szempontból sokalni, vagy sokat rúgózni azon, hogy ez a dolog jó vagy nem jó. Ez a város érdekét képviselni. Én ennek kérném a lehetőséget, hogy vizsgáljuk meg azt, hogy milyen úton, módon lehetne ezt eszközölni. Úgy gondolom, hogy ez továbbra is egy városnak itt lévő polgárok számára egy nagyon hasznos dolog és tevékenység lenne, hogy ingyen tudjuk segíteni a ránk szavazó polgárokat. Köszönöm szépen. Tisztelt képviselő úr, ugye tegnap pénzügyi bizottságon is jeleztem, hogy a városnak van egy elfogadott költségvetése, ahol minden egyes forintnak megvan a helye, tehát az, hogyha egy ilyen 10 millió forintos javaslat érkezik, akkor annak a valamilyen helyről való elvonására is kérnék majd javaslatot. Viszont utána a bizottság ülésen felmerült, hogy maga a holding alkalmas lenne arra, hogy legalább indulásképpen már a jelenlegi állományával ellássa ezt a feladatot. Én ezzel kapcsolatban már az ügyvezetőt a tegnapi nap folyamán fel is kértem, hogy kezdjen el egy igényfelmérést a helyi vállalkozások irányában, és amennyiben van ilyen jellegű igény, akkor első körben már a meglévő állományával próbálja meg ezt az igényt kielégíteni, és amennyiben erre a meglévő kapacitáson túl is jelentkezik igény, akkor azt mindenféleképpen igyekezzünk majd rendezni. De én úgy gondolom, hogy akkor jól döntöttünk, amikor ezt az első kör nekifutásban nem döntöttünk, mert most tulajdonképpen már három alkalmazottunk lenne május 31-én, kiírt pályázat meg nem igazán volt a vállalkozásoknak. Tehát az is felmerült ugye tegnap a bizottság ülésen, hogy nem feltétlenül kell állandó alkalmazottként ilyen pályázatírókkal
együttműködni, hanem eseti jelleggel, megbízási díjjal is megoldható lenne. Tehát én ezt azért majd akkor, hogyha egy ilyen napirendi pontunk lesz, akkor ezt mindenféleképpen mérlegelés tárgyává kell, hogy tegyük. Most viszont beszámolót fogadunk el, tehát majd inkább erre vonatkozóan kellene véleményeket megfogalmaznunk. Van-e más hozzászólás? Amennyiben nincs, akkor határozati javaslatom. Széchenyi Város Önkormányzat képviselő testülete, a jegyző 2015. évi adótartozásról szóló 1099. évi 20. törvény 138. szakasz 3. bekezdés géppontja alapján előterjesztett beszámolóját elfogadja, aki ezzel egyetért igen és készfenntartása jelez. Egyhangú, köszönöm szépen. Következő napirendi pontunk a jegyző gyámhatósági hatáskörben végzett feladatairól, Széchenyi és térsége Humánszolgáltató Központ 2015. évi munkájáról szóló beszámoló. Tisztelettel köszönöm Csák Andrea vezető asszonyt is, Humánszolgáltató részéről. Köszönöm, hogy ide fáradtál, de elsőként akkor jegyző urat kérném meg, hogy egy rövid tájékoztatást tartson. Tisztelt képviselőtestület, jegyző gyámhatóságban lévő feladatai igencsak beszűkültek, és jövőre már csak valószínűleg egyről fogok beszámolni. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény az, ami jegyzői hatáskörben marad. 2015. szeptember 1-től a kötelező óvodasztatás belépésével az óvodasztás támogatása nyújtott jegyzői hatáskörben lévő intézkedés megszűnt. Úgyhogy jövőre már csak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultaknak a kérdésében fog a jegyző dönteni. 2015-ben 295 fő kiskorú és saját jogán 21 fő, elnézést, 205 fő kiskorú és saját jogán 21 fő nagykorú részesült ebben az ellátásban. Az ellátásra 2.621.600 forintot fizettünk ki. És hát óvodáztatás támogatása pedig, ha jól emlékszem, 5 fő részére került kifizetésre óvodáztatás támogatás, és mint mondtam, jövő évtől ez már meg fog szűnni. Úgyhogy én röviden ennyit, egyébként részletesen leírtuk még azt is, hogy a bűn és baleset megelőzés terén milyen intézkedéseket és milyen együttműködéseink vannak a rendőrséggel. Én nagyon fontosnak tartom akár az óvodás, akár az iskoláskorú gyermekeknél ezeket a feladatokat és az együttműködést, akár a rendőrséggel, akár a jelzőszolgálattal, hogy minél inkább tudjunk figyelni mi gyermekeinkre, a környezetünkben élő kicsikre és nagyobb bacskákra is, hogy az életük a megfelelő mederben tudjon folyni továbbra is. Köszönöm szépen, röviden ennyivel szerettem volna kiegészíteni az írásos előterjesztést. Köszönöm szépen, a Humánszolgáltató Központ beszámolóját is megkaptuk. Kérdezem esetleg Csák Andreát, hogy szóban nem kívánok kiegészíteni. Köszönöm szépen, kérdéseket lehet föltenni, amennyiben van. Varga Béla képviselőnek parancs. Köszönöm szépen, tisztelt képviselő, tisztelt testületén szeretném megköszönni a munkáját a vezetőasszonynak és a szervezetnek, hiszen ezért nagyon nehéz terület. Biztos, hogy talán a legnehezebbek egyike a önkormányzat működési terület és érdekszíráján belül, úgyhogy maga a Széchenyi Térsége Humánszolgáltató Központ látszódik a jelentésből és a beszámolóból, hogy lehetőséghez mérten lehetőleg jobban próbált ellátni a feladatát, amiért külön köszönetet szeretnék mondani, és hát további erőt, egészséget, meg lelki kitartást kívánni a szervezetnek, mert biztos, hogy ez a legnehezebb terület a önkormányzati működési szektornak. Köszönöm szépen. Köszönöm. Képviselő asszony, parancsolja. Én elolvastam mind beszámolót, egyrészt a jegyzőjét, és alaposan átnéztem, a Humánszolgáltatónak a beszámolóját is. Szóval aki ebben a területen nem dolgozik és elolvassa ezt az anyagot, az teljes képet tud arról kapni, hogy mivel is foglalkoznak, milyen problémakörrel, mik a konkrét feladataik.
Az, ami engem megkapott egy táblázat, amikor is ott elemzi, bocsánat, mindjárt előveszem a táblázatot, a 26. oldalon, ha megnézik a képviselőtársak is, a gyermekjóléti szolgáltató tevékenységgel kapcsolatos feladatokat nézi 2015-ben, hogy mégis milyen jellegű feladatokat láttak el, és milyen típusú feladatokat. Összesen a 12 településnél 232 volt a lakhatási megélhetéssel kapcsolatos gondok, vagy családoknak a problémája, amelyből 116 Széchenyi városára esik. Tehát biztos vagyok benne, hogy ezt feltérképeztétek, hogy milyen jellegűek voltak ezek a, ez a 116 milyen jellegű eset volt. De ami még egyszerűen megdöbbentő számomra, hogy a 12 hozzánk tartozó település, illetve a járáshoz tartozó településeknél például a szenvedélybetegek 21 fő összesen, és ebből 12 városunkra esik. De ez egy óriási problémát látok én ebben, és egy óriási feladatot is a ti munkátokat illetően, hiszen úgy gondolom, hogy azon kívül, hogy rábeszélitek, vagy foglalkoztok itt a szülőkkel, más jellegű, más, és jeleztek nyilván a gyámhatóság felé, nyilván van egy olyan jellegű intézkedési jogotok, hogy esetleg a gyermekek védelembevétele, illetve a gyermekek kiemelése a családból, de ez mint egy maximum feladat a ti irány, vagy a ti dolgotokat illetően. Én ezt egy óriási problémának tartom, nem tudom, hogy egyetértesz-e ezzel. Igen, egyetértek, hogy nagy probléma, de nem azért van Széchenyben, mert a környező településeken nincsen, hanem ott is van, de itt voltak a legegyüttműködőbbek a szenvedélybetegek, itt tudtuk őket bevonni ebbe a programba. Úgyhogy nem azért, mert a többi településen nem lenne, és a működési engedélyünk 43 főre szerepel, úgyhogy többet nem is lehet bevonni. Értem. Mert két közösségi gondozónk van, és ő ennyi szemét láthat el. Én egyébként elfogadásra javaslom, és nagyon megköszönöm a munkát. Köszönöm. Nagyon szép tevékenység. Köszönöm szépen. Köszönöm. Az biztos, hogy a statisztika az látszik, hogy ennyire azért nem objektív. Nehezen tudom elképzelni, hogy a környező településeken, ismerve a lakosság összetételét, nulla szenvedélybeteget sorolunk fel, hiszen a 12 településből összesen 3 településen jelölünk meg szenvedélybetegséggel küzdő. Az valószínűleg azért nem így van. De hát ahogy vezetőasszony is elmondja, ez azon is múlik, hogy mennyire együttműködő. Így ez inkább pozitív a településünkre nézve, hogy itt legalább együttműködőek azok, akik vannak. Jó, van egy év vélemény? Amennyiben nincs, akkor bocsánat, közben ellapoztam. Egy határozati javaslat van. Egyrészt a jegyző úr beszámolóját, másrészt a Humánszolgáltató Központ 2015. évi munkájáról szóló beszámolóját elfogadásra javaslom, aki egyetért velég ennek is. Igen, és készfent tartása jelez egyhangú. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a részvételt, és további jó munkát kívánunk. Következő napirendi pontunk a Start munkaprogram megvalósításához szükséges eszközbeszerzés, közbeszerzési eljárása eredményének megállapítására vonatkozó előterjesztés. Jegyző úré a szó. Tisztelt képviselőtestület! A testület 85/2016-5-6-ai határozatával döntött arról, hogy a Start munkahelyi sajátosságra épülő közfoglalkoztatás pályázatban szereplő eszközök beszerzésére és szállítására vonatkozó közbeszerzési eljárás megindítja. Az ajánlattételre felhívása alábbi gazdasági szereplők részére kerültek kiküldésre. Az első rész tekintetében, ami az asztalos üzemhez szükséges és ahhoz szükséges eszközök beszerzését tartalmazta. Nem sorolom fel, hogy mik voltak benne, hiszen a akkori előterjesztésben tételesen megvolt. Arra 4 ajánlattévőt hívtunk meg, ugye egyrészt kötelezően 4-et kell most már, az Újgépkő Kft-t, a Vaskisgép Kft-t, Baksa-Csavar Kereskedelmi Szolgáltató Kft-t és a Kenobi Hungária Kft-t. Második rész tekintetében pedig, amely a
betonüzemhez szükséges újabb eszközök beszerzésére került. Ott az Zolspet Kft-t, Zolspet Pt-t, a Mebeton Hornyák János egyéni vállalkozót, az Euromixer Kft-t és a Sádakargó Szlovák céget hívtuk meg. Az ajánlatételi felhívásra a határidő május 13-án 11 óra volt. 8 felkért ajánlattevő közül 5 cég küldte be ajánlatát. Az első rész tekintetében az Újgépkő Kft., Vaskisgép Kft., a Baksa Csavar Kereskedelmi Szolgáltató Kft. És a Kenobi Hungária Kft. Második rész tekintetében pedig a Zolspet 2001 BT adta meg ajánlatát. A bontás során a bizottság az ajánlattételi felhívásban foglaltak meg fönn értékelte az ajánlatokat, alaki szempontok szerint érvényességet ellenőrizte. Ezt követően pedig a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsoló és az ajánlatokat alaki formai tartalmi számszaki szempontból is átvizsgálta, és a hiányosságok megállapítása a véget. A bizottság döntés alapján 4 ajánlattevő hiánypótlásra került felszólításra. Hiánypótlást 3 cég teljesítette, 1 nem adott be hiánypótlást a megadott határidőre. A bizottság megállapította, hogy a legkedvezőbb ajánlatot az egyes rész vonatkozásában az Újgépkő Kft. Nyújtotta be nettó 4.267.950 forintos ajánlattal. A második rész tekintetében pedig az Zolspet 2001 BT a nettó 6.810.500 forintos ajánlati áron. Úgyhogy a testület részére javasoljuk, hogy az eszközbeszerzésre vonatkozó felhívásunkat nyilvánítsa, illetve az eljárást eredményesnek. A benyújtott ajánlattevőket alkalmasnak arra, hogy a szerződés teljesítésére alkalmasak, és végül is arra, hogy az első rész tekintetében a Újgépkő Kft-t, második rész tekintetében pedig a Zolspet 2011 BT-t nyilvánítsa nyertes ajánlattevőnek. Köszönöm szépen. Igen, és a jegyző által elmondottak szerint javasolja 3 igennel a ajánlatok elfogadását. Köszönöm szépen. Kérdés. Képviselőasszony, parancsolj észrevétel. Szépen. Az a kérésem, vagy az a kérdésem a jegyző úr felé, hogy a második oldalon honnan vette ezt a közbeszerzési szakmai bíráló bizottságot, mikor a közbeszerzési, az általunk elfogadott közbeszerzési szabályzat szerint bíráló bizottság van. Tehát szíveskedjenek a közbeszerzési szakmait, mert ilyen nincs. Jóska, akkor légy szíves. A másik, én megnéztem a határozati javaslatot, és a határozati javaslatban a harmadik pontban az szerepel, hogy felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevőkkel a felelős, akkreditált közbeszerzési tanácsadó által elkészített szerződést írja alá. Na most ezt a szerződést polgármester úr ki lett küldve minden cégnek, illetve ez elő lett készítve. Miután a rendkívüli testületi ülést úgy sikerült kitűzni, hogy sajnos én nem tudtam átadni a bírósági képviseleti jogomat másnak, én megnéztem, hogy milyen dokumentumot készített elő az akkreditált közbeszerzési tanácsadó. Ezt nem lehet változtatni, de a jövőben, és nagyon kérem a jövőben, szóval az, amikor adásvételi szerződés tervezetről beszélünk, akkor nem megrendelő, meg nem vállalkozó kell, hogy szerepeljen, és nem a vállalkozás tárgya, a szerződésben megjelölt harmadik pont. De ha végig megyek itt ezen az egész okmányon, teljesen össze van keverve a szállító a megrendelővel, mintha vállalkozási szerződés lenne, keverednek a fogalmak, hol termékről, hol eszközről beszél, és ugyanakkor megint csak beszél, ebben ugye végül is, ez egy adásvételi szerződés. Adásvételi szerződésben vevő van, meg eladó van. És mit így, hogy írjuk alá?
megrendelő és vállalkozó. Ezen az okiraton nem lehet változtatni. Tehát én azt elhiszem, hogy a jegyző úrnak nincs ideje arra, hogy ezeket az okiratokat, mert hiszen ő ennek a közbeszerzési bizottságnak, a bírálóbizottságnak az elnöke, elnézést, nincs ideje arra, hogy ezeket az okiratokat átnézze. De az a kérésem, hogy az adásvételi szerződések az nem vállalkozási szerződés, ott nem keverődhetnek fogalmak, szóval ilyen iratot a polgár kiadni, és arra, hogy mondjam, felhívni a polgármestert, hogy egy ilyen iratot írjon alá, én úgy gondolom, hogy ez nem helyes, mert ez az irat, ez nem felel meg a polgárjogi követelményeknek. Szóval ezt nem lehet csinálni, Jóska. Ne haragudj, jegyző úr, ezt nem lehet csinálni. Tessék átnézni pontosan. Most én azért szólok most, mert sajnos úgy vannak kitűzve a rendkívüli ülések, mert elnézést kérek időpontjai, hogy pontosan este vagy délután kapjuk meg ugye az anyagot, és másnap már sajnos ugye vidéken tárgyalunk. Tehát muszáj volt ezeket átnézni, és az igazság, hogy a másiknál is ugyanezekkel a hibákkal ment ki, tehát gyakorlatilag lekopírozták ezeket a szerződés mintákat, a másiknál még az a hiba is előfordult, hogy vállalkozási szerződést írtunk egy sima adásvételhez. Tehát ha nincs idő rá, van ennek az önkormány, van itt a polgármesteri hivatalban, úgy gondolom, jogvégzett emberek, át kell velük nézetni, mert ez egy minta. Tehát az akkreditált, hogy is mondjuk, közbeszerzési szaktanácsadó nem jogász. Neki tök mindegy, hogy adásvételt ír, vállalkozást ír, teljesen mindegy. De nem mindegy, hogy mi kifele, és ez egy ellenőrző dokumentum. Hát hogy néz az ki, hogy mit íratunk alá a polgármesterrel, amit nem lehet már megváltoztatni. Tehát én arra kérem jövőben, tessenek szívesek lenni, erre nagyobb figyelmet fordítani, mert én ezt nem tudom megígérni, hogyha most rendkívüli testületi ülést hívnak össze előző nap délután, hogy másnapra tényleg az ember a tárgyalásait úgy át tudja tenni, és sajnos kénytelen voltam ezt átnézni. Elnézést, és kérem, hogy ezt nem rossz szándékkal vegyék, ezt a kritikai megjegyzést, hanem a jövőben egy jobbító szándékkal. Köszönöm szépen. Köszönöm az észrevételt egyébként. Én is fogok beszélni a közbeszerzési szaktanácsadóval, mert nem az első eset, és azt gondolom, hogy ezeket tényleg oda kell figyelnünk. A szerződés nyilván adásvételi szerződés, és nem vállalkozási szerződésnek kell, hogy legyen. Hát, jegyző úr, nem engem hoztok kellemetlen helyzetbe, maradjunk ennyiben, hanem a polgármestert. Köszönöm képviselő asszony észrevételét. Van-e más hozzászólás? Jegyző úr, szavazás az? Én azt gondolom, hogy az ajánlat tétel az érvényes és eredményesnek kell, hogy legyen. A módjára vagyok kíváncsi. Igen, név szerinti szavazás van. Katikát megkérném, hogy névsor szerint olvassa akkor a képviselőknek a nevét is. Határozati javaslat mindannyiunk előtt ott van, tehát azt már ugye jegyző úr is elmondta, tehát ezt nem fogjuk felolvasni. Igen. Igen. Én tartózkodom. Igen. Köszönöm, megállapítom, hogy a képviselőtestület 7 igen és 1 tartózkodás mellett elfogadta a határozatot. Következik az önkormányzat 2016. évi belső ellenőrzési tervének módosítására vonatkozó előterjesztés. Jegyző úr, tisztelt képviselőtestület, a elfogadott belső ellenőrzési tervünk módosítására elsősorban azért kerül sor, mert 2015-ben kinyilvánítottuk szándékunkat, hogy társulunk a Széchenyi térsége önkormányzati társulásához. Ennek keretében már a belső ellenőrzés
közösen kívánják folytatni az önkormányzatok. Mi ebben szeretnénk partner lenni és más területen is együttműködni a későbbiek folyamán. A volt könyvvizsgálónkkal a szerződés felbontásra került, és új könyvvizsgáló, belső ellenőr személyére, aki egyébként a társulásnak a belső ellenőre kötöttünk szerződést. 63 napot nevezett meg arra, hogy ezeket a 64-et összesen, hogy ezeket a feladatokat el tudja látni, és nyilván, mivel csökkent az időtartam is, ezért célszerű módosítanunk a belső ellenőrzési tervünket, és a két legfontosabb terület maradna meg benne az elkövetkező időszakra. Az önkormányzat hivatalán a vagyonkataszter vizsgálta egyezőség a könyveléssel és az analitikával. Az kikerülne a házi pénztár kezelése, Hollókő önkormányzatnál, mivel ő is tagja ennek a társulásnak, és ő külön kötött szerződést, tehát ők saját maguk részére a belső ellenőrzési tervet megalkották, és így abban szerepel ez a rész, és hát a házi segítségnyújtás, gazdasági és pénzügyi megvalósítása is kikerülne. Maradna az egyébként az ellenőrzési tervünkben is szereplő 1-es és 2-es pont, a helyi adózás rendjének vizsgálata, ez egy rendszerellenőrzést akar, és a tárgyi eszközök nyilvántartásának, elszámolásának és főkönyvű könyvelésének vagy egyezőségének a vizsgálata. Javaslom ezt a módosítást, tisztelt képviselőtestület fogadja el. Köszönöm, Jaci úr. Pénzügyi bizottságunk tárgyalta? Igen, tárgyaltuk, és 3 igennel javasoljuk a testületnek elfogadása. Köszönöm, elnök úr. Kérdés, vélemény. Amennyiben nincs elfogadása, javasolom én is. Határozatot, aki egyetértve igennel és készfenntartása jelezze. Egyhangon köszönöm szépen. Következő napirendi pontunk Nepomuki Szent János szobor felállításáról szóló előterjesztés. Tisztelt képviselő testület, a római katolikus plébánia hívek kezdeményezésére szeretne Nepomuki Szent János szobrot állítani a Szentlélek patak mellett. Ez a szobor 1730-as évektől 1905-ig állt az egykori barokk kőhídon. A szobor felállításának tervezett helyszíne Szentlélek patak mellett a Várkerti út irányában a hídtól számítva 2 méter távolságban lenne. Nevezett terület Széchenyi város önkormányzatának tulajdonában van, ezért a szobor felállításához, valamint a plébánia tulajdonosi minőségének bejegyzéséhez a képviselőtestület hozzájárulása szükséges. A kőszobor nem érinti az ingatlanon tervezett parkolóhely kialakítását. Ehhez kérem tisztelettel a képviselőtestület hozzájárulását, és bár településfejlesztési bizottság elé nem vittük az ügyet, de nem tudom esetleg. Azért van esetleg hozzáfűzni való, csak azért kérdezem, hogy amennyiben nincs, akkor van-e más kérdés, vélemény? Plébánia. Akkor támogatásra javaslom, hogy egyetértve igennel és készfenntartásra jelezze. Egyhangú. Köszönöm szépen. Következő előterjesztés. Tanuszoda létesítésére vonatkozó előterjesztést, tisztelt képviselőtársaim, önkormányzatunk élni szeretne a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében létesítendő tanuszoda megvalósításával kapcsolatban. Ugye a kormány megkérdette, hogy minden járás székhelyen kíván egy tanuszodát építeni. Ehhez az önkormányzat támogató hozzájárulása szükséges, ez 2 tekintetben is érvényes. Az egyik az, hogy biztosítunk helyszínt az építményhez, a másik pedig az, hogy a későbbi működtetés tekintetében ahhoz, hogy az állam átvállalja ennek a tanuszodának a működtetését, ahhoz az önkormányzatnak a tulajdon, az megépülő tanuszoda tulajdonjogáról való lemondása szükséges. Én úgy gondolom, hogy egy olyan régi álmunk válna ezzel a
beruházással valóra, ami kb. 30 éve téma itt a városban, vagy a környező településeken is. Ezzel kapcsolatban, mint jeleztem, már voltam is a minisztériumban egyeztetésen, tehát azt tudom mondani, hogy Széchény, mint járásszékhely valóban szerepel azon a listán, amely a fejlesztésre javasolt településeket érinti. Amennyire a képviselőtestület a támogatását ehhez megadja, én mind a emberi erőforrások minisztériumának minisztere, illetve a fejlesztési miniszter felé is megfogalmaztam egy levelet, támogatásukat kérve. Vonatkozik ez a tanúszodára, illetve a 2014-es kormányhatározatban nevesített tornateremre is, tehát a levél mind a két fejlesztési igényünket tartalmazza, hogyha ehhez kérném tisztelettel a képviselőtestület hozzájárulását. Pénzügyi bizottságunk tárgyalta. Igen, és három igennel javasolja a testületnek elfogadásra a javaslatot. Bocsánat, nem nevesítettem magát a területet. Igen, de ugye a lakosság felé is tartozunk tájékoztatási kötelezettséggel. Ez a volt lőtér területét jelzi. Ugye az előző testületi ülésünkön, rendkívüli testületi ülésünkön kezdeményeztük mind a ligetnek, mind a lőtérnek, ugye külön helyrajzi számon szerepelnek, mind a kettő külterületként szerepel jelenleg a vagyon leltárunkban, tehát mind a két területnek a belterületbe vonását kezdeményeztük, ezt már el is indítottuk, tehát jelenleg még ugye nullás helyrajzi számon szerepel ez a terület, reményeink szerint rövidesen átvezetésre kerül, és akkor már belterületként tudjuk megjelölni. Annyit szeretnék még kiegészítésképpen hozzátenni, hogy nyilván vizsgálgattuk azokat a lehetőségeket, hogy hol lenne célszerű ezt megvalósítani, és hát végül is emellett a terület mellett döntöttünk, ami hát nem mondom, hogy nem használják most, de talán a felmerülő lehetőségek közül az a legkevésbé lakosság által használt terület. Ugye, aki nem tudom, látta-e, érdemes megnézni az interneten látható, vagy mondjuk az újságban látta a balassagyarmati készülő tanúszoda terveit, látványterveit. Ez egy prototípus, tehát mindenhol nagyjából hasonló kinézetű tanúszodát terveznek megvalósítani, egy impozáns építmény. Tehát úgy gondolom, hogy ott a lőtéren balassagyarmat felül közelítve már egy szép látványt is nyújtana, illetve a terveken az is látszik, bocsánat, hogy ez a tanúszoda jó időben az oldal falaitól megszabadítható, tehát tulajdonképpen majdnem egy strandként is funkcionálna. Tehát azért gondoltuk azt, hogy nem egy belvárosi területet jelölnénk ki, ami mondjuk az iskolák szempontjából esetleg szerencsésebb lenne, hanem egy olyan külterületet, ahol mondjuk napozni is egy kicsit nyugodtabban mennek ki a delikvensek, mint hogyha mondjuk a lakótelepről, az erkéről látnák őket. Másrészt felmerült a liget, mint terület, ott viszont sajnálnánk az zöld területet erre feláldozni. Úgyhogy ezért jött tulajdonképpen lőtér szumma. Ennyi volt, és akkor kérdések vagy vélemények vannak, akkor... Jaj, bocsánat, oktatási bizottságunk is tárgyalta. A szavazattal elfogadási javasoljuk. Köszönöm szépen. Kérdés? Vélemény? Gondolom, hogy nagy ellenállásban nem fog ütközni a határozati javaslatom. Eszerint Széchenyi Város Önkormányzat képviselő testület a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében létesítendő tanúszoda megvalósításához a 0276 helyrajzi számú területet térítésmentesen biztosítja, és a jövőbeni állami működtetés érdekében lemond a tanúszoda tulajdonjogáról a magyar állam javára.
Ehhez kérem a képviselőtestület hozzájárulását, aki egyetért vele igennel és készfenntartással jelezze, egyhangú. Köszönöm szépen. Következő napirendi pontunk tájékoztatása civil és sportszervezetek 2015. évi támogatási kérelmeinek kifizetéséről. Tisztelt képviselőtestület, az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015 számú rendeletének 8. szakasz 10. bekezdése alapján 3,5 millió forint összeget fogadott el. E keretből 21 civil szervezet igényelt támogatást. És hát egy kicsit túlléptük a megszavazott 3,5 millió forintos keretünket, egészen pontosan 3.699.678 forint került kifizetésre. Ez többnyire mondjuk ilyen örömteli plusz teljesítéseket igényelt, gondolok itt például az Iglice Néptánc Együttes sikeres szereplésére a Felszállott a páva tévés programban. Ugye ott segítettük az együttest abban, hogy felutaztassanak magára a rendezvényre, illetve a nyári táborra is, ami ugye a programnak egy része volt, vagy plusz támogatásként jelentkezett a Palóc Néptánc Együttes izraeli túrája, ugye volt képviselőnk dr. Nagy Andor úr meghívásának elegettéve. Tehát ilyen jellegű plusz kifizetések lendítették túl a megítélt összegen. De én úgy gondolom, hogy ezt örömmel tettük, és nem veszélyeztette a költségvetésünket. Pénzügyi bizottságunk, ha jól tudom, igen, tárgyalta. És csak, ugye? 3 igennel javasolja a testületnek a tavalyi beszámoló elfogadását. Köszönöm szépen. Kérdés, vélemény. Tessék, ez tájékoztatást, tehát azt mondom, hogy elfogadni is el kell, csak amennyiben van, akkor azért lehet hozzászólni, de ha nincs, akkor rá is térnék, és köszönöm szépen a képviselőtestület hozzájárulását. Rá is térnék a 2016. évi civil keretre beadott pályázatok elbírálásáról szóló előterjesztésre. A 2016. évi költségvetésünkben 4 millió forint keretösszeget fogadott el önkormányzatunk. A pályázat benyújtásának határideje folyamatos, elbírálás 2 alkalommal történik. Az első elbírálásnál előnyt élveztek azok a civil szervezetek, akik kérelmükben nyilatkoztak arról, hogy a kitűzött cél megvalósítása érdekében önerővel is rendelkeznek, és vagy más egyéb szervezethez is pályáztak. 21 civil szervezet nyújtott be támogatási kérelmet. Sajnos ebből volt olyan, aki nem felelt meg a kiírásnak, ugye Széchenyi székhellyel kell rendelkezni, vagy telep székhellyel, ugye jól mondom. Nem merítettük ki teljesen a rendelkezésre álló keretet, és most, hogy néztem arra, gyorsan vissza is néztem, hogy tudom, hogy van a például a Tartalmasabb Szebb Jövőért alapítvány, akinek függőben lévő, ugye, mert a jótékonysági bálhoz szoktuk kötni az iskolákhoz, vagy az iskolához kötődő alapítványok támogatását, és az ő jótékonysági báljuk ugye majd év vége felé fog megvalósulni. Azt próbáltam figyelembe venni, hogy az elmúlt évi támogatás mértéke ne csökkenjen. Abban az esetben volt ez csak ahol kevesebb volt az igény, mint a tavalyi évi támogatás. Akkor nyilván a maximális összeget kapta meg a civil szervezet, illetve a sportegyesületnél van egy azért jelentősebb visszalépés, viszont ugye ott a védelmünkre tudom elmondani, hogy a sportszervezet TAO-s pályázatánál egy jelentős támogatást fogunk biztosítani, tehát ott azért kompenzáljuk majd ezt a visszalépést, és hát elég komoly TAO-s pénzekhez jut hozzá reményeink szerint majd az Egyesület, és örömmel tapasztaljuk azt, hogy
nagyon büszkék a sportegyesület tagjai, és büszkén vonulnak az egyesülettől kapott melegítőben, rendszeresen edzésre, meg sőt, még szerintem iskolába is abban járnak, úgyhogy... Ez nagyon fontos, én is fociztam annak idején, és nagyon büszke voltam arra, hogyha egy egyesületi mezben viríthattam. Úgyhogy át tudom érezni az örömüket. Nos, pénzügyi bizottságunk tárgyalt az előterjesztést. Igen, és három igennel javasolja a testületnek elfogadásra a javaslatot. Köszönöm szépen. Kérdés, vélemény. Akkor, mivel sem kell ugye a testületnek dönteni, csak jóvágyni, úgyhogy megköszönöm a képviselőtestület részéről a támogatást és biztatást, és akkor sürgősségi előterjesztésünk a BMS pályázatokra vonatkozóan. Tisztelt képviselőtestület, belügyminisztérium, tehát a helyi önkormányzatokért felelős miniszter, illetve az államháztartásért felelős miniszterrel közösen pályázatot hirdetett Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi 100-as törvény 3. mellékletének 2/3-as pontja A, B, C pontok szerint önkormányzati feladatellátás szolgáló fejlesztések támogatására. Itt a három pont közül mi kettőt szeretnénk megragadni. Az egyik az a óvodai, iskolai, utánpótlás, sportinfrastruktúra fejlesztés, felújítás vagy új sportlétesítmény létrehozására szóló pályázat. Itt a Kossuth út 3 alatti ingatlanunk udvarán szeretnénk egy rekordtámpályát, egy 20x30-es rekordtámpályát építeni. Ennek az indoklása pedig a következő, ugye említettem, hogy a tornatermes pályázat kapcsán a Rákóczi iskola által, hát most olyan nagyon nem használt, mert sajnos eléggé elhanyagolt salakos pályát jelölnénk meg a tornaterem fejlesztésre, tehát ergo elvennénk azt a kültéri sportlétesítményt az iskolától, és ezt szeretnénk kompenzálni. És hát a kérelemben, ami a tornaterem létesítéssel kapcsolatos, én azt megfogalmaztam miniszter urak felé is, hogy ez azért kiemelt jelentőségű beruházás maga a tornaterem, mert hogy egyszerre két oktatási intézményt is tudna szolgálni, hogy egy 30x25-ös tornateremről van szó, ami azt jelenti, hogy egy leválasztással egyszerre két testnevelési órát is lehetne tartani. Tehát így amellett, hogy a Rákóczi iskolát segítjük, a Liptai Béla mezőgazdasági szakközépiskola áldatlan állapotait is meg tudnánk ezzel oldani, hiszen ők jelenleg semmilyen sportlétesítménnyel nem rendelkeznek, és az iskola igazgatója örömmel fogadja ez irányú kezdeményezésünket. Nos, szóval ha a tornaterem a salakos pályára kerülne, akkor itt szeretnénk ezt kompenzálni, és hogyha van egy ilyen pályázati lehetőség, akkor ezzel élnénk. Itt a maximális pályázható összeg 20 millió forint, itt 85%-os támogatási intenzitása van a pályázatnak. A másik pedig a tavalyi évben is benyújtott, akkor sajnos sikertelen, most újra próbálnánk, ez az Arany János utca, illetve a hozzá kapcsolódó járdák felújítása. Itt a tervezett beruházási költség 17.651.095 forint, a szükséges önrész 2.651.095 forint. Tehát a tisztelt képviselőtestülettől azt kérném, hogy a pályázati önerőt a jelzett mértékig támogatni szíveskedjen. Erről szól az előterjesztés. Mivel sürgősségi, ezt tegnap a pénzügyi bizottság nem tárgyalta, és ugye SOS-ben kellett behoznunk képviselőasszonyt, tessék parancsolni. Kérem a tisztelt képviselőtestületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására. Ott van egy név, a szíveskedjenek kihúzni. Jó? Köszönöm szépen. Sasszem. Az új kolléganő, vagy ki az? Ez ki. Jó, legyenek olyan kedvesek, mert ez ugye bemegy végül is. Nem jó. Köszönöm, képviselőasszony, észrevételét. Szavazzunk. Jó.
Tehát a képviselőtársaimat kérem, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, igen, és készfenntartással jelezze egyhangú. Köszönöm szépen. Egyebekben. Bocsánat. Igen, de két határozati javaslat van, tehát akkor elnézést. Igen. Slendrián voltam, tehát elsőként a sportfejlesztéses pályázathoz a szükséges önerőt biztosítjuk, tehát aki ezzel egyetért, az igen, és készfenntartása. Elnézést, tehát én voltam Trehány, és két határozati javaslat van, a másik pedig az út és járda felújításra vonatkozó határozat, tehát aki azzal egyetért, egyhangú. Köszönöm szépen, csak hogy lassan is rendben legyen téve. Köszönöm szépen, és akkor mivel egyebek napi rendi pontban nem érkezett... Nem tetszett kérdezni a testület ülés előtt, mert három dologban szeretnék kérdezni. A testületi ülésnél a napi rendek előtt nem tetszett megkérdezni. Nem egy nagy dolog, kérdés. Csak mégis, ha megengedi, akkor ezt elmondanám, jó? Szeretném megkérdezni azt, hogy az elfogadott munkatervünk szerint május hónapban tárgyaltuk volna az egészségügyi központ vezetőnek, igazgatójának a beszámolóját, és azt hiszem, hogy itt tárgyaltuk volna még a mentőállomás fejlesztésével kapcsolatos beszámolót, vagy elképzelést, vagy nem is tudom, hogy minek nevezem. Ez elmaradt, tehát mikorra kerül ez sor, mikorra tervezi a polgármester úr a terjesztésnek az idehozatalát. A második kérdésem pedig az lenne, hogy az SMS-ünk az 50. paragraf szakaszban szabályozza azt, hogy a jegyzőkönyv, a honlapra fel kell tenni a jegyzőkönyveket, előterjesztéseket, és ez eddig mindig meg is történt, kivéve ebben az évben. Ebben az évben megnéztem, januárban, illetve februárban az együttesülés van feltéve, azóta nem történt se a jegyzőkönyv, se a meghívók, se az előterjesztés. Én azt kérem Önt, hogy ezt pótolják. Tehát ez fontos, gondolom, nem csak nekem hiányzik, hanem másnak is. A harmadik pedig a jegyző úrhoz lenne egy kérdésem. Nagy tisztelettel megkérdezem, hogy a bizonyos busz megállók, amelyek ugye már tavaly is szóba került, és azt tetszett mondani, hogy most már aztán tényleg rövid időn belül elkészül, amely ott Nagylóc felé, ugye a kialakított kocsma előtt, nem tudom, hogy hányas, mindegy, ott lenne. A másik pedig itt a temető másik oldalán lenne kialakítva. Ez ugye 2010 óta ez a ügyintézés. Várható-e, hogy valójában azok a buszpár megállók, azok működni fognak, és akkor a buszok nem ilyen kényekedve szerint állnak meg, különösen aki Barsányból, illetve Rimócról utazik, az ott megáll a busz, aztán hirtelen leszállnak, aztán mennek tovább, tehát ez így nem jó. Tehát mi van ezzel egyébként? Most már 6. éve folyik az ügyintézés. Ezt szerettem volna kérdezni. Örömteli hírem van, a Kosztolniknék megküldték a megállapodás tervezetét. Mi ezt már átnéztük 2 héttel ezelőtt, és vissza is küldtük, úgyhogy javasoltuk az aláírást. Véletlenül Budapestre kell menni aláírni, erre polgármester úr szerintem bármelyik nap számíthat most már. Nagyon szépen. És most már rövidesen meg fog nyílni a busz megállót. Köszönöm szépen, nagyszerű. Reményeink szerint akkor az idén. Ha minden jól megy. Képviselő asszony, ha már mondtam, hogy visszafele megyünk, én is tapasztaltam ezt a jegyzőkönyv hiányosságot, és ezt magam is nehezményezem, úgyhogy ebben esős intézkedést fogunk tenni. Azt azért hozzátenni, tehát új honlapunk van, tehát ennek a feltöltése is, azt hiszem, hogy már elkezdtük egyébként valamennyi rendeletünknek az aktualizálását, az adórendeleteink már a legújabbak vannak fönt, tehát folyamatosan fogjuk ezt nézni. A meghívót, én úgy tudom, hogy már a mostani az már fönt kellett, hogy legyen. Nem került ki? Nincs. Jó. Igen, teljesen új honlapunk lesz, tehát dolgozunk azon, hogy ezek felkerüljenek. Jó, az ön által hiányolt 2 napi rendi pontot pedig igyekszünk akkor a következő testületi ülésen majd. Köszönöm szépen. Előterjeszteni, köszönöm. Jó, és akkor napi rendi pontjaink nyílt ülés keretében való tárgyalásának végére érünk, hogy megköszönöm itt most egyelőre a tisztelt nézők figyelmét.
Önöktől elbúcsúzom, a nyílt ülést ezennel bezárom, és zárt ülést rendelek el. Viszontlátásra!